Szeretettel üdvözlök mindenkit az N. Shroudi című játék következő epizódjában, ahol is most jelenleg ott tartunk, hogy felfedeztük az elmúlt epizódban a Pillars of Creation nevű helyet, azért van ott még egy-kettő. Van ott még egy-kettő kérdőjel, amire vissza kell mennünk. Minden esetre kapunk még egy küldetést, most így gyorsan, megnézzük, hogy Ikórával kapcsolatosan. Ikóra, igen, ismerem őt. Micsoda? Ó, csodálatos volt abban, hogy ilyen főzeteket készítsen. Volt egy kis műhelye, Rattle Bleak, igen, így hívják ezt a helyet. Szeretném csodálni a munkáit. Aha, szóval, hogy szereznünk kell neki valami olyan dolgot, amivel ő is tudna potikat készíteni? Nem hiszem, de megjelölt nekünk egy Black Cauldront itt az alkimista számára. Ez pontosan arra felé van, amerre mi voltunk, csak mégsem. Szerintem jobban járnánk, hogyha nem ide... Várjál, ezt a magasba tettük ezt az új otthonunkat, ugye? Nem, ez a főváros, a francba. Hallod? Már annyi felé mehetnénk, hogy elvesztem. Ide raktuk az új otthonunkat, igen, és ez felül van, ez magasan van. Nekünk pedig észak felé kellene menni. Ezek új területek, amik nem köd által borított részeken vannak. Ezeket a frameshine-okat kellene unlockolgatni egyiket a másik után. Itt van egy bánya. Megnézhetnénk azt is, hogy mi van esetleg a fővárosnak a másik oldalán, hogy mik ezek a kruciális investigációs küldetések. Szerintem menjünk arra, nézzük meg. Ja, miért ne? Hajrá! A lényeg az, hogy haladjunk, nyomassuk egyik küldetést a másik után, és fedezzünk fel minél többet ebből a játékból, mert amúgy egy marha jó kis szórakozást nyújt, és ráadásul most ugye ott tartunk, hogy éppen gírváltás előtt állunk, tehát új nyersanyagok jönnek be a játékba. Ó, ezt nem raktam el. Meg kéne találni annak is a módját, hogy mit, hogyan tudnánk leváltani. Elindulunk ebbe az irányba, aztán majd meglátjuk, hogy meddig megyünk. Új glidert is lehet majd csinálni, hogyha 5 darab leatherünk lesz. A leatherhöz viszont kellene neki egy tanning station a hunternek, ugye? Az még jó kérdés, hogy hogyan fog megvalósulni. Eszünk egy ilyet. Ez hány perc? Ez 40 perces. Ezt nem tudom, hogy miért nem pakoltam ki otthon. Húsunk az van. Teánk az van. Igazság szerint akármi jöjjön, készen állunk. Ó, nézd, ezt valaki kivágta előre. Csak nem mi voltunk az előző részek valamelyikében. Pedig szerintem ezt én csináltam. Ez biztos lesz benne, én voltam. Hogy itt át tudjunk menni. Érdekes, hogy megőrizte a játék, mert egyébként ezeket a dolgokat ugye összeszoktam. Vagy visszapótolja. Van valami bánya jobbra, hogyha jól emlékszem. Aha, pókok lakják meg ezek a nagyon metál gombák. Azokat a gombákat viszont jelenleg nem hasznosítom semmire. Intelligenciát adna, meg manapoti, tehát ilyen manafőzet létrehozására használatos erőforrás, vagy nyersanyag, hogyha úgy jobban tetszik. Megyünk közben továbbra is észak felé, hiszen itt kellene nyomoznunk valami után. 300 méter. Tök jó, hogy most már sokkal kevesebb staminába kerül a kő utakon való szaladgálás, köszönhetően annak a perknek, amit kiúsztunk a talentfánkon. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Alsztok? Már ti is játszatok ezzel a játékkal? Tök jól teszitek, hogyha igen. Rengeteg időt lehet beletenni ebbe a gamebe, rengeteget. Itt van egy város. Világítanak, csak nem tudod elvetni otthon. Ez Glenwood's End. Hát ezt földbe kell leraknod, tudod. Glenwood's End. Kruciális investigáció. Itt valami után nyomoznom kell. Egészen nagy helynek tűnik. Aha, és ahogy az lenni szokott, el van barikádozva minden. Pockányok! Miért ugrott a... Láttad? De milyen kis vadállat ez? Milyen kis vadállat, ott nyomta? Nagyon jön utánunk. Meg még a haverja is. Itt le lehet menni a föld alá. Nem feltétlen mindig éri meg megnézni, hogy mi van itt a föld alatti helyeken. Egy-két esetben viszont azért lehet találni érdemes dolgokat. Itt jelenleg van egy ládánk. Na, múltkor eldobáltunk egy kettő explosive powdert, úgyhogy azt most visszaveszem. Ordlásszobában van egy kis tábortűz, hogyha nincs nálad, akkor felvehetsz. Lehet aludni, hogyha éjszaka itt ér téged.
Mármint, hogyha maga az éjszakai tér. Ó, várj csak. Hát ez volt egy szoba a padláson, ez pedig még egy? Ja nem, 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 már azt hittem. Nem lehet belakni ezeket az épületeket? De, de, persze. Hogyha ide rakod az otthonodat, akkor tudod hasznosítani ezeket az épületeket nyugodt szívvel, hogyne. Mondjuk igaz, hogy a pockányok lakják, de... ki tudja. Lehet, hogy ki lehet őket űzni innen. Van cégér. Még nem tölti be, de van. Egész jól kinéző hely ez is. Itt, hogyha szétborítanál mindent... Oj! Éjféli altabb. Szétborítanál mindent, akkor azért érdemes dolgokat lehetne felvenni. De hát azt nem várjuk azért meg, hogy én itt minden egyes darab izét, bútort szétverjek. Hopp. Véletlen felhúztam magam valahová. Ezt nem így gondoltam, de most már itt vagyok. Ja, itt át lehet menni a szomszédos épületre. Szegény nem készült fel erre így lelkileg, hogy szuper gyors támadásnak lesz alávetve. Ott van egy damage multiplier, azt látod? 30% extra damage. Hát hülye lennék nem használni egyet. Miért ne? Úgy néz ki, hogy a Wand is ketté veri ezeket a barikádokat. Szóval itt kell nyomoznunk, de nem igazán találunk semmi olyan nyomot. Hát azon kívül, hogy az épületek itt állnak még mindig. Itt mentünk be, ott mentünk át. Szuper kutya támad, itt level 15-ös enemik vannak, úgyhogy azelőtt nem annyira érdemes, úgy látom, ide megérkezned. Tiéd lehetne a főépület, a többi meg a cselédszobák. Arra már gondoltam, hogy otthon, mivel most már lehetett látni, hogy a kovács sem tudta hová rakni a cuccait, hogy lehet, hogy jobban járnék, hogyha külön házakat építenék arra a 160x160-as alapterületre, mert érted, mindenkinek lenne egy saját háza, senki nem veszne össze. Az abban a szempontból kellemetlen, hogyha így csinálsz, hogy ha valakinek küldetése van, akkor nem biztos, hogy észreveszed, nem? Mert mondjuk egy másik házban van elszállásolva. Ezt azzal lehetne megoldani, hogy a házak bejárata mondjuk lenne 6 ház, és nagyjából mindegyiket egyfelé irányítanánk az ajtó ügyileg, vagy mindegyiket beraknánk a háza elé az ajtóba, tudod, és akkor bent csak a felszerelése lenne például. Még ezek abban a szempontból nem jó, hogy ezeknek kell shelter, tehát hogy muszáj, hogy... Ja, sehogy se jó. Mi az a nagy épület? Száj, hogy védve legyenek. Oda vajon át tudok menni? A dupla ugrás gyönyörei. Itt át lehet vetődni. És itt van egy nagy láda. Sajnos kötve hiszem, hogy bármi, amit itt találok jelenleg, az nekem fontos volna. Ez számítva a kruciális investigációt, amit itt véghez kellene vinnünk. Ott van elméletileg valami. Vagy lehet, hogy questet kellene olvasni, és az leírná, hogy pontosan mit keresünk ezen a helyen. Azon se lepődnék meg. Sokszor volt olyan már, hogy elmentünk a... Ó, ezek robbannak. Elmentünk a lényeg mellett, sajnos. Tehát például még most is van egy olyan küldetés, ami arról szól, hogy valaki valami átkozott kincset elásott egy fánál. Mert hogy valami fegyver van, el van átkozva, felvette egy csávó. És úgy halt meg, hogy nem tudta elengedni. És vele temették el így a fegyvert. Senki más nem volt hajlandó ugye használni többé. Na, ezt nekünk meg kéne találni. És ki kéne ásni. Így sincs lent semmi. Aludni lehet, az pozitívum persze. Hát hogyha nem vered szét a bútorokat, akkor nem éri meg itt keresgélned. Ott fent kellene menni. Aha, a Flame Shrine mellett lenne a megoldás. Az a ház ott teljesen külön, az egészen jól néz ki. Tér közepén lehetne szökőkút. Na persze, meg babakék. Plüss kanapé, tudom. Ableányos szökőkúttal.
20 méterre vagyunk a megoldástól, csak nem tudjuk, hogy most fent vagy lent, ott volt egy láda. Ezeknél csak az explosive powder ballok peregnek. Ott egy lockpick, azt használtunk, úgyhogy azt most visszavesszük. Nézzük, itt van-e bármi. Ezeket lehet, hogy otthon is tudod majd hasznosítani? Tehát lehet, hogy otthon is kell ilyen... ez a kedvenc részem a zenében. Mindenki hallotta a hegedűt, ugye? Csodálatos, amikor a hegedű itt megszólal. Itt laknak itt. Hallom a kis kaparó lábukat. Jaj, Istenem! A mocskok. Itt kell nyomoznom valami után. Vágod, egy egész szemeletet átugrott a karakter. Ez lenne? Nem, ez metal scrap meg resin. Ezt kinyitjuk, ez egy titkos ajtó, mögötte egy szuperláda. Infernal Vandal. Hát ezt régen nagyon szerettük volna, ez nagy király lett volna. Ma már így level 22-nél a level 15-ös Vand az annyira nem. És még mindig a hátunk mögött van, ahova megyünk felfedezni oda elő. Ó, nem, alattunk van. Szia! Itt van valami, ami nekem kell. Mi? Ki kell ásnom? Hát lehet, hogy ásnom kell. Egy legendás láda. Kettő HP regenerációs gyűrű. Egyébként nem rossz. Nem rossz darab. Csak hát nekünk nyilván jobbak vannak most a Fel Dragon legyőzése után. Ez egy egész nagyváros... Oda néz. Egész nagyváros ahhoz képest. Ezt a részét már látta? Igen. Csak visszavezetett, aha. És akkor itt van valahol egy Sanctum, amiben be kellene menni. Mindjárt hidratálok, köszi a kiváltást. Érdekes, hogy itt írományokat nem nagyon találtunk ebben a városban. Egy Flame Shrine, aha. Itt szokott lenni néha a lépcsőn. Mármint nem itt konkrétan, de a Flame Sanctumok lépcsőin, vagy oda bent valami félre, meg szétdobálva. Itt volt Entai Jizzy. Nem is vettem észre. Szenté? Elbizonytalanodtam. Igen, az a Szenté, a Sanctum. Ahogy mondod, olyan, mint a Shrine. Csak kicsit másabb. Nem tudom pontosan, hogy mi a kettő. Ezek havas sziklák. Havas sziklás területet még nem láttunk ebben a gameben. Most viszont át fogok glitchelni oda, oda néz. És hogyha ezt ki... Várjál? Nem, ez dirt. Hát ez nem másféle szikla. Hallod? Lehet, hogy olyan helyre fogok felmenni, ahova még a játékkészítői sem gondolták volna, hogy valaki fel fog menni. Lehet, hogy megint megdöntök egy világrekordot, amit nem is áll szándékomban. De mindig megteszem. Ezt láttad? A technikát? Ezt látod? Ezt látod? Holy shit! És ott van már a vörös határ. Ahonnan nem engednek tovább. Hát megölöd a karakteret. Itt le vagyunk lassúva, látod ezt? Hideg van. Deep snow. És a hóban lelassul a karakter. Wow. Wow. Nézd, hogy száll, abba sem hagyja a repülést. De rohadt jó, egy új terület már megint. De ide kell mennünk, itt van a Lost in the Shroud, én oda bemegyek. Engem nem érdekel, megyünk. Ilyesmit jó sokat látom a Mass Effect-ben. Ja, amikor felborult a kocsi a izén a hegyoldalon? Hát ott aztán gyakran előfordult. Ott nem fejezték be a területet, vagy... Aha, megint kimegyek a játszható területről. Ez itt az Early Access-nek a határa, tehát itt ezt még fejleszteni fogják, és... Aha, ha közel mész, akkor láthatod, hogy ott nagy területek állnak még a fejlesztők rendelkezésére. Kicsit sötét van. Nincs nálam egy olyan bogár? Nem. Shrine az inkább egy oltár. Na. Hát de az oltár az... inkább olyan szentély, nem?
Menni kell, Jurassic Parkban is benne van. És ott hogyan... Hogy mondják? Hogy tudjak idézni egy kis Jurassic Parkot is. Kijöttünk a... ködből. Ez itt valami épület. Ez valami nagyon nagy épület. Itt van lent egy waypoint. De mi? Mi ez? Lost in the Shroud. Mi ez a hang? Cickányok! Ez hó. Ez az, és megy, és nyomja, és még jobban nyomja. Uramisten, hol vagyok már vajon? Vajon hol vagyunk? Hallott, szerintem eltörtem a játékot. Eltörtem az Inshrouded-et, ez lesz a neve ennek a, az epizódnak. Több lépcső vezet fel ide. Ki is írtnák, látod, hogy már vége van a Early Access területnek, fordulj vissza most. Ez valami nagy épület lesz, itt valami nagy content lesz a játékban szerintem. Iszonyat nagy content. Szentély az épület, a barlang jellemzően. Vagy barlang jellemzően zárt tér, abban van az oltár. Hát a Sanctumban van a shrine. Oké, köszönjük az információt, ez hasznos. Akkor gyakorlatilag találtam valamit megint, ami még nincs benne a játékban, de már látjuk, hogy lesz. És hogyha fel akarnál jönni ide, akkor hogy tehetnéd meg? Azon felül, amit én most bemutattam. Kutyák ugatnak oda lent, de kár, hogy este van, legalább láthatnánk ezt az egész részt így egészben is. Oblivionban az volt a megoldás. Hát a hátunk mögött volna a Shroud Route, az egy extra pont lenne. De ez a Lost in the Shroud, ez engem jobban érdekel. Balkézben. Balkéz felé. Location below. Amúgy pedig, hát ide is lehetne persze otthon tenni. Csak minek? A disznók. Ó, nem kell nekem minden disznót megölnem az egész gémben. Szaladunk. Azaz, hogy hát szállunk. Ez egy nagy torony előttem. Na, aztán biztos felfedeztem. Mi van alattam? Nézd mekkora izé ez. Ez egy nagy híd. Aha, és itt több dolgot el lehet olvasni, csak nem látjuk, hogy hová érkezem. Elhagyott Hunter Camp. Ennyi? Wood planks? Nails? Nem viszünk wood planket, nem open, nem. Talion! A csata a hídnál. Tudom, hogy biztos, hogy ott voltál. Akik félelmükben rettegve elszaladtak. A köd, mondták remegő hangon. A köd bevont mindent. Mégis Vorgosz seregei folytatták a csatát. Kérlek, mondd meg, belélegezted? Ott vagy még bent, kis testvérem. Vezeted commanderként a nyájadat? Átnéztem a... nem nyája flock, hanem a raj, nem tudom. Hát tudod, a madarak is abban járnak. Amikor a legmagasabb a nap az égen, átnézem a völgyet, de nem látok mozgást. Leteszem a földre a fülemet, de nem hallok masírozást kemény bakancsok által, vagy csizmák által. Hogyha ott vagy bent, kérlek, adj egy jelet, Talion. A hátamon hozlak ki. Csak úgy, mint régen. Nővéred Atalan. Szegény. Ez megint egy újabb íj. És akkor ez a küldetés a hátrahagyott Hunter Campbell szerintem a végéhez ért. Talion, a Zumbander. Amikor felvettük, ott is van még valami. Felvettük azt a gyűrűt a sárkányból, a tegnap. Hát kettő epizóddal most már visszább. Annak a gyűrűnek is volt egy leírása. Valószínűleg a Commander lehetett az a sárkány, aki átalakult. Aludjunk csak egy picit, nézd csak. És így át lehet aludni, át lehet pergetni az éjszakát. Ha menni kell, hát menni kell, és aztán leharapja a T-rex csávót, aki ott ül. Mi ez? A Istenem, megint jönnek a disznók! Szuper effektív támadásokat viszek be ellene.
Nyilván nem ez volt életem harca. Nem is vagyok rá túl büszke. De ezt mindjárt elolvassuk még egyszer. Ott van a Wisp of Light, hogy képesek legyünk látni a sötétben. Messze vagyunk otthonról, beléptem a Thicketbe. Mi az a Thicket? Csomó hely van, ahol el lehet bújni, de túl sok a sár is. Nem hagyok. Mi nyomokat hagyok magam után. Hiányzik a köves hegyi utak. De furcsa hangok jönnek balról. Szóval a mocsárnál furcsa szag van. Fermentált. Emlékszem Howling Pike distillerieire. Úgy döntöttem, hogy elkerülöm Glenwood's Endet. Úgy sok ott az aktivitás. És rezet érzek a vízben. Az rossz előjel. Eltűnök innen, ahogy milyen gyorsan csak lehetséges. Ez szerintem a Hunter. A mi Hunterünk, aki már ugye ki van mentve, ő hagyta valamikor hátra ezeket az írományokat. És ezek szerint ide kell mennünk, az ősi híthoz, ahol a csata volt, a Zumbander megtalálására. A vallási élet szempontjából a szentély lehet egy szentként tisztelt építmény, templom, zsinagóga, mecset, annak megszentelt területe vallási áldozat bemutatására szolgáló oltár közelében. Oltár ókor középkor népein általában áldozati kultusz helye volt. Bizonyos keresztény egyházakban, katolikus egyházban mise szertartására kőből épült asztalszerű emelvény. Aha. És mindez angolul, hogy van? Itt vagyunk az ősi hídnál, ahol... Aha, már látom, hogy mi van. De az a vörösben van bent. Hogyan fogom tudni ezt elintézni, hogyha rálépek végem? Ó, oh, itt meg vége van a területnek a francba. Szép ez a manaregenünk, ami most van, ez gyönyörű. Hát... Azért ez igencsak neccesnek tűnik, van nálam valami érték. Hát nem mondhatnám, hogy annyira szuper értékes dolgaink vannak, ezt meg tudom csinálni? Eddig szuper? Ó, haver. Ó, de nagy mák! Oké, megvagyunk. Kaptam skill pontot, 2-t. Revelwoodot megtisztítottam minden Shroud Root-tól. Lehet, hogy emiatt kaptam külön egy darabot, és nézd, onnan kellett volna beugrálni és ide átszippantani magam. Hát kicsit csaltam az átjövetelnél. Viszont így most már 5 darab pontunk van megint, amit eloszthatnánk. Akár olyat is lehet, ezt nagyon nem bántam meg, ezt az updraftet, hogy felfelé tudunk szállni egy rövid időn. Keresztül a gliderek 30%-kal kevesebb staminát fogyasztanak amúgy. Ha valaki végig akarja glide-olni a játékot, ez biztos, hogy jó. Csások, nem, ezek a ranged explosívok, meg ilyenek. Ami nekünk érdekes lehet még, hogy a dodge-ot lehetne a dodge-ot blinké alakítani, tehát egy ilyen mágikus short range teleport, rövid teleportációs képességre. Kíváncsi volnék, hogy ez milyen. Bár nekünk a dodge-unk az szerintem működik. Tehát nem ez az elsődleges dolog, amit ki kellene húzni, hanem még mindig szerintem erre kellene menni tovább a desszert stomach felé. Vagy lehetne olyat csinálni, hogy 10% fire damage, 10% shock damage, 20% fire damage, 20% shock damage. És hogyha most 5 ponton van, akkor ez 30% fire damage extrával. Az rohadt sok. Nagyon jó a blink, sokkal messzebb is, mint a dodge. Akkor legyen a blink. Emergency blink. Stun állapotban is tudsz blinkelni. Az király. Megtöri a stun állapotot. Blink attack. Blinking into an enemy triggers an explosion. Fire damage. Tehát hogyha ráblinkelsz egy enemire, akkor egy robbanás áldozata lesz. Az intelligenciával scale-el a damage. Érdekes. Próbáljuk ki, hogy mi ez a blink, amit kinyitottam. Nice! In deadly shroud, oda nem megyünk be. Működik ez. Kicsit több staminát használ, mint szeretnék, de működni működik. És akkor most itt megtaláltuk az ősi hidat, megtaláltuk a shroud rútot, és el is intéztük itt halott
Itt le van zárva a terület egyelőre a játékban, nem is mehetünk fentebb, és Deadly Shroud van. Ezek szerint ez a teljes játéktér jelenleg? Mondjuk nem kicsi. Mondjuk az biztos, hogy nem kicsi, mert rohadt sok időt töltöttünk már el ezzel a gémmel, és még mindig rohadt mód élvezem. Nagyon tetszik, hogy ahhoz képest, hogy Early Access szerintem teljes mértékben játszható és jó élményt nyújt. Itt egy boss. Fel, Thunderbrute. Csícskúj meg te majom. Kicsit le is van lassítva, kritikális, effektív őrületek. Nézd milyen sok manát szív vissza a staffom. Kis Wand az nagyon-nagyon kemény neki. Nagyon kemény neki a Wand. Nem is ért el sohasem. Ó, egy Fel Commander. Bú. Level 15-ös legendás íj. Mana. Leech van rajta, critical chance, backstab damage, shroud magic damage, menj már, ez egy teljesen menő íj. Következő lore page, shroud elixir, elixir vele kapcsolatos. Ezt elviszem ezt a fejet, ezt otthon kirakjuk majd. Valaki onnan lövöldözik fentről. Áú, te hülye. Most mondom. Na még egyet. Érdekes, de egész jól tudom már használni a staffot a Wand helyett. Csak hát még mindig ugye a Wand az, ami nagyobb damage-et visz be. Sokkal gyorsabb, néha duplázza a lövéseket. Hát nem éri meg pusztán ezzel mászkálni a kezedben. Mindjárt lesz egy szintlépésünk is majd. Hoppá, jó napot kívánok! Aha. Kisebb meglepi támadás érkezett hátulról. Nem vesszük fel ezeket. Viszont a srácból ki kellene jönnöm, úgy látom. Aha, most már itt volna az idő, hogy elmeneküljünk. Mert hogy dobálnak ránk, és ez veszi le az időt. Mit találunk ide bent? Semmit. Itt tudok menni erre? Hát, barátocskának. Én ne tudnék, oda néz, hogy ugrál kifele. Egy állat. Egy igazi állat. Ez nagyon tetszik nekem, ez a képességünk. A következő az itt van. Skimmer's Cove. Oda is el kell menni. Flame Sanctumból van itt még. Remélem, hogy bejelöltem. És már is mehetünk. Nézzük meg. Bejelöltük, menjünk balra. Itt ez a fővárosnak a nagy hídja, amire nem tudtunk felmenni. Gondolom, hogy fent még nincs is nagyon tartalom. Nagyon-nagyon komoly részeit fedezzük fel a gémnek. Azáltal, hogy dupla ugrásunk lett, meg egy ilyen felfelé szálló termikre ráfekszik a karakter, amit a manájából hoz egyébként létre, tehát ez nem természetes dolog, hanem... Nézd ezt a technikát! Ezt látod? Barátom. Hopp, kicsit fájt ez az ugrás, de nem lehetetlen. Ezt látod? Hopp, láttad ezt? Ó, te szemét, ez még mindig fáj. És mondom, fel tudsz menni, haver! Feküdj fel a sziklára, haver! Seggemet. Talán innen. Au. nem baj. Ez sem volt olyan rossz. Inkább körbe megyek. Ez mi? Ez törmelék? Hát de mi omlott ide le, hogy ennyi törmelék van? Nem kell másolni, nem kell. Köszönöm, elhiszem így is. Nem azért, nem annyira fontos. Szávasz, Júzsa lesz, hogy vagy, mi a helyzet? Itt van az a cucc, amit mi keresünk. Ez halálos shroud? Nem. Nézzük meg, hogy tudunk-e használni olyan itemet, ami megnöveli a shroudban való időtöltést. Hát egy darab van belőle nálam, akkor annyira nem használom azt el. Még nincs kritikál szituáció. Ez egy legendás láda. Emiatt kellett ide jönnöm. A 6-os szintű Ghostly Shield. Menj már. De hiszen ez jobb, mint az én shieldem. Ez lett volna a küldetés, és instant rátaláltam. Menj már. Hát ezt azért keresettem volna itt a fővárosnak a másik oldalán. Itt lakik bent a nagy sárkány, amit tegnap elvertünk. És mivel itt nincs shroud, ezért innen tudunk teleportálni. Akkor felfedeztünk mindent, amit itt a... Nagyon rövid... Áó, te hülye. Nagyon rövid idő alatt felfedeztünk mindent, amit itt szerettünk volna elérni. Szerintem akkor húzzunk innen el. Ide.
Borzalmasan fáj fogom, nem tudok aludni, gondoltam, benézek ide, két hét Szabin van egyetem előtt, szóval just chillin. Istenem, az szörnyű. Miért nem mész fogorvoshoz? Nincs most elérhető? Közelségben fogorvosod? Jobbulást kívánok neked. Nekem is el kell mennem, mert egyébként fél évente érdemes fogorvoshoz ugye járni, legalább egy csekkolásra. Hát én nem voltam most januárban 3 éve. És érzem, hogy van egy lyukas fogam. Mindenféleképpen mennem kell. Hát hiába azért 3 évente már azért előfordul, főleg 30 plusz. Ugye, hogy oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Mint amíg nincs baj, addig az ember elkerüli, ugye? Olyan ez, mint a labor. Ha nincs semmi problémád, akkor mi a francnak csinálnál? Aha. Hát csinálni kell, figyelni kell. Szóval itt nem fognak átengedni. Nem fognak. És akkor, vagy de, mégiscsak át kell, hogy engedjen. Gondoljuk át. Vagy mégsem? Hogy ide nem innen kell felmenni, hanem... Mi lett volna, hogyha innen próbáltam volna meg? Itt felmászni a hegyre? És körbe menni? Na most már a Shroudban vagyok. Most már lehet, hogy mindegy. Itt a köd által fedett területeket sem néztük még meg, de általában igaz, hogy azért annyira nem megérős ezek felfedezése. Hát nem a ködös területek felfedezése, hanem olyan, tudod, ilyen random loot, hogyha már van cuccod, akkor annyira nem fontos. Ezt meg kell szokni még ezt a dodge-ot. Tényleg messzebbre menj. Ma kezdte csak el, eddig beteg voltam héten. De figyelj, és most vasárnap ugye, most megint nem lesz. Mondjuk rohadt gyorsan pereg, az tetszik. Az marha jó. Itt van egy kis clay alattunk, egy kis agyag. Ez itt Roostnook területe, ezt már ismerjük. Ott van valami olvasnivaló szemben. Arra rámegyünk. Nem, várjál, ez a ködben tölt, au. Lement mindenem, lement a hús. Ködben eltöltött idő visszaadó cucc szerintem ez. Ugye? Sajna, igen. De itt van egy nagyon jó kis kút. Ilyen kerekes. Nem tudom eltalálni. Megvan. A kút az nagyon fontos. Szia István! Azaz, hogy Steve. Jó estét neked. Hogy vagy, mesélj, mi a helyzet? Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Nem is szoktalak Istvánnak hívni, tudom. Ne arra úgy, hogy hirtelen ez jött a számra. Mi a helyzet? Ha nem nyomtatok volna még ránézést kedves Hiri Steve csatornájára, meg követéseket, akkor szerintem mindenféleképpen tegyétek meg, mert marhára jó kis játszásokkal szokott nyomulni. És van nekem egy olyan megérzésem, hogyha még egy kicsit nézi az En Shroudi című játékot, akkor ez is meg fog neki tetszeni annyira, hogy egyszerűen kihagyhatatlan lesz neki. Siurus Hu! Nagyon köszönöm neked a 3. havi feliratkozásodat. Hogy vagy, mesélj, mi a helyzet? Köszönöm szépen a támogatást. Nagyon-nagyon kedves. Igazán hálás vagyok neked. Köszönöm szépen mindenkinek, aki úgy dönt, hogy támogatja csatornánkat, hogy ebben a hónapban is tudjuk csinálni a fejlesztéseket és mindent is, és még fenn is tudjunk maradni. Köszönöm szépen. Magasabban vagyok? Nem tudom, hogy itt bemehetek erre. Ez mondjuk neccesnek tűnik. Jaj, ez az a hely, ahol eddig nem nagyon tudtunk mászkálni. Várja, itt van egy olyan nagy piros gomba, azt viszont el kell, hogy vigyem. Mert itt halálos köd beburkolózott minden eddig nekünk. Az agresszornak tűnik. Ennek van valamilyen lootja, ami nekünk kelleni fog. Nem akarok beállni abba a poison ködbe. Jön egy barátja is, úgy látom. És van rajtam valami 4 darab izé. Valami van rajta, amit nem tudok értelmezni.
A másikat megpróbáljuk már is kilútolni. Igen, ez a ammónia gland, amit gondolom kibocsájt magából ammónia. Ennek van egy ilyen glandje. A gland az meg olyan, nem is tudom micsoda, ilyen orvosi megnevezés, anatómiai. Ki tudja, hogy mi az a gland? Például a pajzs mirigyeseknek a nyakai. Ja? Lehet, hogy pont mirigy. Aha, szerintem a mirigy. Vagy valami olyasmi. Ugye, hogy mirigy? Na, hát mondom én. Hát mondom. Ez egy ismeretlen terület, de szép nagy csarnok. Lesz, hogyha tűzzel megyünk a bogarakra. 5 percem van még, amit itt tölthetek. Ez tetszik, ez a rész. Ez 4-es szintű köd, amiben vagyunk jelenleg. Eddig semmiképpen nem jöttünk erre a helyre. Még a... Érdekes, hogy még a nap is rásüt. És nézd csak! Mellettünk egy nagy lyuk a földben. Nem! Hogy én vagyok a lyukban benne? Ó. És akkor ott fent is lehetne mászkálni. Azt a büdös mindenit, a föld alatt is van itt valami. Na jó, ez viszont a térképem nem mutatja, és most 5 perc alatt lemenni. Jó, legalább nézzük meg. Áú, ez fáj. De nézzük meg, nézz, ott alul vörös minden. Itt mit találsz? Aha, ez limesz. Meg tin. Tin ore. A Nomad Highlands mindennek, vagy a Transcendentalis Screen. A Blacksmithnél. Large chest. Holy shit. Na, az nagyon kellene otthonra. A tin... Az valahonnan a közelből bányászható. Bronzbárokat lehet csinálni a smelterben. Nagyon jó. Megkaptuk a receptet, csak idáig kellett eljönni. A föld alatt lehetük meg. Hihetetlen menő. Hopp. Hoppá, hoppá. Óvatosan. Lélek jelenlét. Isten, miért ilyen mély ez? 4 percem van. Miért ilyen szuper mély? És mit találsz a legalján? Ha lenne itt egy nagy izé. Nagy gomba, akkor... Vagy itt van a tin or valahol lent. Azt a mindenit. Itt nem is tudsz kiugrani. Most lehet, hogy kelepce. Ez most lehet, hogy bennmarad. Honnan tudjuk, hogy melyik a tin or? Hogy néz ki? Húzzunk el innen minél... Ez az, megvan. Jó, kimegyünk, visszajövünk és egy keveset össze fogunk szedni, mert mostantól kezdve akkor a bronz elérhető. Csak tudjuk, hogy merre kell innen kimenekülni, hogyha gáz van. Itt volt a létre, igen, mert ezt felismertem, ezt a lokációt. Húzzunk kifele? Így eldugták a tint. Hát azért az ólom, az nekünk nagyon fog kelleni, de nem is jelzi amúgy, hogy ez köd által borított terület. Fent nem jelzi, csak itt lent. És minden, hogyha felmásznék. Nem jöhetek ki a ködből, jó napot kívánok. És akkor lemehetnék tinért. Nem, ez sehol nem fog kiengedni, ez nagyon-nagyon magas. És nagyon nagy területen terülsz, hallod. Na jó. Van itt egy talent. 4 pontos, a Relentless Flame. Ami arra való, hogy 5 perccel többet tudjunk eltölteni a Shroudban. Eddig nem volt olyan nagy kiterjedésű köd, amihez szükség lett volna rá, de most úgy érzem, hogy lehet, hogy lesz. Maxi Alpha 79, köszönöm szépen a követést, üdvít nálunk a végszórusban. Hogyha 2 percet szaladok valamelyik irányba, ugye ki fogok jönni ebből? Mondjátok, hogy ki jövök. Ilyen még tényleg nem volt. Meg se jelöltük azt a helyet. Staminám is elfogy. Azt a mindenit. Pamilla Tea. Azért használom el, hogy jöjjön a stamregen, és most szaladunk, mint az állatok. Mekkora nagy terület ez? Soha nem volt még ilyen.
Nem is látjuk, hogy hova szaladunk. Ott van egy kis fény, itt meg egy nagy fal. Jaj, ne. Jaj, ne. Ajaj. Egy percem maradt, meg fogunk halni. Valahol kellene találni egy, akár egy elixir well is nagyon segítene. Képeszünk. Jó, lesz a rab. Új lokáció, meg vagyunk. Jó, de hová? Hová megyek ezzel? Nincs staminám. Ezt nem mondod, hogy kijöttem. Hallod? Az életemért futottam. Az életemért. Jézusom! A random cave passage. Egy percem volt hátra, itt állnak a Wookiek. 16-os Wookiee Warrior. Nincs poti, de van. De van, csak nem tudtam, nem láttunk még ekkora köd által borított területet a játékban. Ekkorát még soha. Van nálam egy olyan, amivel 4 percet tölthetnék még extrában. Odalent, most hogyha lejössz ide. Nézzük meg, azt hiszem, hogy 8 perc. Aha, 8 percem van, meg 4, az 12, meg abból a talentből még 5-öt hozzá, addig 17 percet lent lehetnék. Az sok idő volna. Kicsit világítsunk, nézzünk körül. Rendesen a sötétbe burkolóznak ezek a lények itt lent. Szerintem ez amúgy a sivatag felé visz vissza. Mindenféle... Ah! Din! Négy csapás? Egy, két, három, négy, három... Nem mindegy, hogy hova sújtasz. Ezt vinni kell haza, ez nagyon-nagyon fontos. De itt nagyon sok van belőle. Ameddig van nekünk csákányunk, addig ezt szedni fogjuk szerintem kifelé, ez fontos lesz. Hogy lement a stamregen. És akkor ezt érdemesen használni 6 blokk, meg 39 parry power, fire resist. 6 blokk, ennek 10 blokkja van, meg 35 parry power. Hát jó kérdés, hogy melyik lesz a jobb. Nem tudtam, hogy hova fogok leugrani. Inkább az volt a baj. Legalább egy 50 darab tinort haza kell vinni. Amúgy ebből látod, hogy jön az XP és lehet szintet lépni általa. De most nem ittunk az előbb? De igen, ittunk. Ja, de ez adja a stamina recharge-ot, ez a főtt tojás. Még úgy egy csomó van, nem? Húsból is van egy csomó, az a HP-t adja. Inaktív a rested bónusz. Ja, jó. Már tudom, hogy mi miatt nincsen staminám. Elment a rested. Aha. Az rengeteget rátol. Ott van a level. 23. 3 darab pontunk van. És a blink, hogy megtörje a stunt, azt lehet, hogy érdemes lenne rátolni. De nem szoktak engem annyira stunnolni, nem vagyunk olyan nagy bajban. Eddig mindig elmenekültünk a balhéjelől. Lehet, hogy akkor lenne baj, hogyha az a monstrosity, amiről szó van. Tudod, a következő nagy bossza a játéknak. Nem tudjuk még, hogy merre lesz, de valahol lesz. Ő lehet, hogy stunba rak állandóan. Anoroma azért szállta meg a mai Angliát, ott volt az akkori legjobb bányászható ónkészlet. Volt dokumentumfilm magában egyik bányából, még a középkorban is bányázták. Az nem semmi. És vajon még a mai napig található ott ón, vagy sem? Ezt nem azért kérdezem, mert akkor én is raidelném, vagy valami. Nem hangos a bányászás? Mit szóltok? Eddig 35.
50-et hazaviszünk. Nem tudom, hogy mennyi lesz ebből. De amennyit innen ki lehet venni, azt kiveszem. Stamregen. Haza kell mennünk szerintem erről a pontról. Mert hogy... Az a rested bónusz, ami 39 percig aktív, az... Hát de meghaltunk, nem? Nem az volt a baj, hogy meghaltunk valamikor? Commander Bow. És nézd csak, mindenféle menő képessége van. Az én íjam az milyen? Az level 17. Na jó, de nincs olyan menő, mint a Commanderé. Én ezt bezúzom. De van szarva. Inkább ez kéne. Ez brutális, meg minden baja van. Így. Visszük a limeszt is haza. Most van nálam 45 darab. Most már csak magunk alatt társhatom, hogyha jól látom. 46. 47 talán? 8. 49. Na még egyet. Ott is van az 50 darab. Azonnal húzzunk haza. Szóval előttünk van egy Flame Shrine. De erre a területre szerintem felülről kellett volna megérkeznünk innen az umbrális hálóból. Vagy legalábbis innen észak felől, ahol a pillárok vannak. Onnan kellett volna erre felfele mennünk. És akkor az a bánya, ami itt van. Vagy lehet, hogyha itt végigmentem volna. Ezeken a köd által borított területeken. Ide kéne lemenni, ennek kéne lenni a következő Surat's Rest, ez a neve. Itt van egy küldetésünk. Ez milyen küldi? Ez a déli karaván. Ezeket a karavánokat amúgy folyamatosan kutatjuk. Ez már a 8. találkozásunk. Mert hogy mindig látszik, hogy merre mentek. Itt van az alkimista Black Cauldronja. Amúgy nincsen messze ettől a ponttól, ahol most vagyok. Ez micsoda? Itt meg az északi karaván kempje van. Itt van a vasbánya, Hearts of Iron. Húzzunk haza, csináljuk meg. Nem azért szürke nagyon sok rész, mert még nem érted el őket is hallok. Dehogy nem. Miért, mire gondoltál? Na, itt tudjuk javítani a gírünket. A rested bónusz szépen lassan felkúszik. Nézzük ezt meg, a kilnben. Nem, ez a smelter. Timbar és bronzbar. A bronzhoz copperbarból 7 kell, timbarból 3. Tehát 7 a 3-hoz az aránya. Ezt így mondják? Vagy úgy, hogy 3 a 10-hez és 7 a 10-hez? Nem, az úgy értelmetlen. Nem, szerintem ez a 3 a 7-hez. Szerintem ez így jó. És akkor összesen 10-et raksz bele, és abból lesz 10 bronzbar. Aha, copperbarok. Szerintem van nekem copperbárom eltéve már. És hogyha csinálnék bronzbárt, nézzük meg. Van is, itt vannak a copperek. Na hát ebből mondjuk jó sok kell sajna. Akkor amíg nem vagyunk itthon, addig működhet a copperbárok bemennek. A tin bár az itt van már. Itt van a tin ore. Hogyha azt mondom, hogy tin bárt kérek, wood acid kell hozzá. Fasav. Azt valamelyik ilyenben tartok. Így van, itt van 50 darab. Még jó, hogy elférnek ezek a cuccok egymás mellett. És akkor most ebben a smelterben szeretnék csinálni timbart. Így van, wood acid az benne van. 50. Ez megvan. Szerintem mindenünk megvan. 20-assával eszi. És abból lesz. Egy darab. Egyetlen egy darab. Ez hülye. Egyet fog csinálni. Amíg ezek szürkék, nem biztos, hogy jobb, mint ami eredetileg volt. Amint, hogy mire gondolsz, hogy területek? Vagy most hogyan értelmezem? Ne arra, hogyha béna vagyok a szövegértésben, de igyekszem. Mi az, amit itthon hagyunk most? Ez nem kell. Ez a wand, ez nem kell.
Ez a nem kell, ez a ring, ez most bejön ide, ideiglenesen ez nem kell. Ez egy unequip a dirt. Woodlog nem kell, rubble nem kell. Hát ezt az elixírt megehetjük. Gyorsan lepakolunk és megyünk már is tovább, de tudjátok, ez egy ilyen kruciális pontja a játéknak, hogy bizony állandó inventory managementet kell fenntartanod. Egyre több itt a cucc, ami csak az utunkban áll. Ez jön ide. Ezek a nélek. Ebben tartom a vasakat, a különböző vas cuccainkat. Mondjuk a shieldet is berakhatnánk. Ez megy a lépcső alá, ez is a lépcső alá megy. Ezt elviszem, hogyha a sötétbe kerülnénk, ezt valahova be kéne tenni. Ez a limestone, ez szerintem... Vajon hogy ejtik ezt? Kíváncsi lennék rá. Tehát itt a lépcső alatt. És akkor itt vannak a vispek, aha, hát ebből elvihetnék akár négyet, még nem lenne abból sem baj. 39 parkon van, rengeteg ilyen flame sanctumot fedezünk fel. Elixírt berakok egyet, kiveszek kettőt. Csomó tojás van még, itt van cukor. Ebben a ládában tartom a manapot itt, most már a cukrot is. Light burst-ot, hát kénytelen vagyok addig betenni, nem? Nem, azért sem rakom oda. Raise own nincs angyil a lábam, bányából a kimerülés után olmot ezüstöt fejtenek. Wow. Tehát akkor kivettek minden ónt, és akkor utána már ezüstöt szednek bele. Ezek szerint az ón az fontosabb volt abból a forrásból. Ez tök érdekes. Ne is mondd, a Ranger klasszal játszom, tiszta élvezet egyesével kiszedni 400 bokrot a nyilakhoz. Ah, szia Valdár Viking, jó estét! Hát azt nem irigylem azért, mit nem mondjak. Ammónia glendek. És csináljuk meg úgy, hogy kiveszem ezeket a bogárbigyulákokat, jó? És akkor a bogárbigyula meg bemegy ebbe, mert amúgy is itt tartom őket nagyjából. Ez a healing spell, ez nekem nem fog kelni. Nem is értem, hogy minek hoztam haza. Tök felesleges az egész. Azt se tudom, hogy mit hova rakjak. A hero shield, az bemegy ide. A resin majd máshova, azt lerakjuk. Átalusszuk az éjszakát, és már húzunk is tovább. A resin az bemegy, mehet az alvás, és irány. Vagy... lehet, hogy át kéne gondolni ezt, nézzük. Lehet, hogy tudok itthon most csinálni egy-kettő felszerelés darabot, ami lehet, hogy jobb, mint ami rajtunk van. Nézzük csak meg. Ja, erről beszéltem, az Eternal Fire... Aha, az alkimiai őrületet meg kéne szerezni, és akkor lenne most már végre örökön áttartó tűz lövés a staffban, nem csak a jeget lőném. Mondjuk ez is magasabb szintű, mint amit én használok, de ez a fosszilizált bone dust, ezt nagyon nehéz megtalálni. Amber és bronzbár, az van nálam, tehát ezt a fireboltot ezt tudnám dobálgatni neki. A Magician set következő darabkája fosszilizált csontokért kiállt. Mana és HP-t ad. Magic Damage, Magical Foes. Azt hiszem, hogy ilyenem van. Trousers, Mana Regeneráció és Mana. Ezt tetszik, egy ilyet tudnék is csinálni rögtön. De nem ilyen van rajtam? Nézzük már meg. Adventurer Trousers. Ez egy darab szar. Ez mikor került rám? Ez a minusz 600 HP. Timeout reduction, hogy ennek mi lehet a magyarázata, hogy mit jelent, nem tudom. Mystic gloves, Fowler chest, ez semmit nem ér. Ha lenne nálam olyan fosszilizált csont, akkor nagyot mehetnénk a gírváltásban. És ez a ghostly shield, ez most került fel, hogyha védekeznék, akkor egy ilyen szép mana shieldem lenne, ez elég királyan néz ki. Jó, megcsináljuk a nadrágot legalább, mert a többi ez nagyon erdja. Magician Trousers. Így, és akkor 20-41, 27 mana, 3 mana regen, lett leváltva a 45, most a HP-n kevesebb lesz. Azt viszont szerintem érezni fogjuk majd, hogy a HP az így egy kicsit minuszolva lett. Azt vissza kéne rakni majd egy másik itemből, még nem tudom, hogy melyik armorból. Lehet, hogy el kell kezdeni gondolkodni a tankszetek viselésében is. Vagy esetleg a húslevesből, hogyha főznénk olyat, akkor lehetne pótolni. Na, nem szarakodunk itthon tovább, aludtunk.
Restit bónusz fent van, belekajáltuk magunkat, indulunk tovább. Az alvás kemény animáció volt, lesért a fej a párnára, már is horkolt. Ó, ne tudd meg, ez ilyen speed alver. És hogyha ide akarnék menni, akkor ebbe 950 méter. Ott látok egy extra pontot is. Ki kell vágni onnan egy gyökeret majd. Jut eszembe itt jobbra. Van egy bónusz, ezt felvesszük. Egy ilyen áldás a Wookie királynál. Játékban is húslevest kell főzni, szegény. Sokat kell csinálnod? Ókor óta bányásszák. Most a rész csilléből van, és a csilléből? Te csille? Hát... Eternal Ice-ból, csak ez van nálam, látod? Tehát nincsen tűzpellem. Ezt a jeget, ezt meg így megzabál. A rohadás. Ja, legurult, jó. Néztem, hogy hova ment a boss. Hallod? Jó, ez tetszett. Ez nagyon jó volt. Itt van a buff, amit fel lehet venni. Ő őrzi. Mekkorát vetődik amúgy? Hát ez már nekünk semmi. Ez néhány lövésből. Aha, ennyit a dodge képességünkről. De nagyon szép a HP regenem, látod ezt? Effektív damage, backstep damage. Aztán... Adott egy alkimista gyűrűt. Hát az Animal Fur-t azt el lehetne vinni, de nem viszem el. Repülj át! Jó, helyes. És még egyszer. Hááááá, nagyon-nagyon király! Majdnem azt mondtam, hogy Károly! Úristen, nagyon Károly! Menjünk erre tovább. Erre kell menni ugyanis a köd által borított területekre. Szerintem ide most... biztos, ami biztos, meg fogok enni egy ilyen otit, ami majd jót tesz. Mana regenerációnk nagyon szép. Ez most az új nadrág? Igen, a három mana regen. Mostantól úgy használom azt a staffot, ahogy akarom. Olyan menő kézisztelek kellenek, mint a Skyrimben. Ja. De van egy csomó nagyon jó egyébként benne. Angliában most Károly a király? Tényleg, én nem is láttam az ő beavatási ceremóniáját. Szép volt. Hogy ez ilyen egy kaptafás. Ezen át fogok tudni menni? Ez nagyon szélesnek tűnik nekem. Na, ne csináld. Hopp! Jó napot kívánok! Éppen meghallottam, hogy érkezik. Oké. Okay. Szóval itt nem mehetsz át, mert itt megy egy ilyen folyó. Viszont nekem át kell mennem mégiscsak a másik oldalára ennek. Ezzel lehet, hogy megszivattak. Nem akarnék meghalni ezen a dolgon. Várjál le, az egy híd. Az... Te láttam volna valamit. Ott az mi? Nem, csak világosabb. És a sötétebb, de nem az. Az nem híd. Nincs itt valami, ahol átmehetek ezen? Ez förtelmes. Ezen át kell tudnom. És ott még durvább a köd. Akkor hülyeség volt ezt megpróbálni is itt lentről? Nem, szerintem itt nem fogok. Na jó, mindegy. Hát annyit megtehetek, hogy megnézem, hogy akkor mi van lent? Hova megyek? Mifelé haladunk? Ja, hogy itt minden vör... Jézusom! Aha, kisebb meglepetés! Ha kijössz a világ végére, rátámadnak a bogarak. És itt kilakik. Ez is valami rom lesz. Fox Chase! Így hívják ezt a helyet, hogy rókaüldözés?
Egy új lokáció, 154 XP-s. De mit keresünk itt? Itt van egy lockpick. Itt van egy ajtó. De hát itt benőtt mindent a gomba, szóval ez a Fox Chase, várjál? Talán, hogyha itt leugranik. Biztos, hogy nem véletlen létezik ez a hely. Fox Chase, ez egy város. Aha, nem ez az épület kell nekünk, hanem meg lehet nézni a többit is. Itt van egy láda. Ez itt a pusztítás klubja. És nem találunk itt valami lore-t, dehogy nem. Nem, ez extra egy szeka, vagy mi egy perc, a fél perc a shroudban. Eddig szuper minden. Eddig nem szivattak még meg annyira, hogy gáz legyen. És két... mi? Eléggé felugrottam ahhoz, hogy visszajön a shroud. De mi történt? Hogy állt vissza ez most? Ezt már kilútoltuk itt, meg nem lehet semmit sem találni. Most ez volt itt középen. Itt volt egy shroud route. Át kell mennünk ezen. Valahogy át kell kelnünk a vörösön. Királyuk már elég régóta nem volt, csak előszedték a királyi ezüst készletet. Hát jó, de honnan? 100 évvel ezelőttről? Kíváncsi vagyok, ilyenkor még emlékeznek-e olyasmikre, hogy hova volt eltéve, nem? Meg lehet oldani ezt is, hogyha eléggé kitartóan próbálkozik az ember. Ez az, meg vagyunk. Hogy a fűbe harapnak amúgy. Nagyon tetszik ez a... az új blink... rollolás képessége, és nem eszik manát. Pedig... az ember azt gondolná, hogy akkor áthelyezheted a stamináról a roll képességet a manára, mert hát mégiscsak teleportálás és nem egy differenciázás, nem? Tehát így volna logikus nekem, hogy itt van egy létra, hogy manát tegyen inkább, itt van egy láda. Crackling wand, semmit nem ér, de elviszem. Hát jó, hát ezek olyan ládák, amikben bármikor benne lehet mindenféle. És innen, hogyha átugrasz, akkor át tudod repülni? Pirosad? Hát most rohadt mód legyen szerencsém. Nem lesz? Nem lesz, nem. Előbb érek itt partot sajna. Aha, mert itt valami izé van. Viktor Hun, nagyon szépen köszönöm a 6. havi Prime-odat. Nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Nagyon kedves. Igazán hálás vagyok neked. Köszi, köszi. Ezek a zöld gombák azok, amik azt a mind gombát adják. Csak felmegyek itt is, engem nem érdekel. Úgy ugrik, mint egy álom. Egy állat. Nyomod. Megoldod. Kicsit így sréhen oldalvást, aha. Meg lehet csinálni. Nézd, láttad ezt? Megvan. Megvan, és már fent is van. És már megy. Ez az új terület. Igen, átjöttünk ezen a förtelmen. Most azt kell kideríteni, hogy hogyan tudunk felmászni. 16-os enemy van. Próbáljuk ki a wandot velük szemben. Sok damage-est, azt még nem néztük meg, mert egészen az előző epizódig nem találtunk semmit, ami... Hol is? Azt hiszem beleugrottam egy kürtőbe. Szép volt, nem mondom. Kemény, kemény, amikor rátapint az ember a lényegre, hiába. Most akkor a tombstone lesz a waypointunk. Hát belementem. Várjál, mert akkor most lement rólunk a restit bónusz. Azt a rohadt mindenit. Esőisten, hát te itt vagy? Mi a helyzet? Mesélj. Erzsébet az 50-es években lett megkoronázva. Előtte király volt, aha. Megjött a resti bónusz. Felhasználtuk az ágyrugóját. Van nálam valami, amit letennék? Nincs. Mehetünk. Ja, hát persze, hát most haltam meg. Mi is lenne nálam?
Valóban 53-ban koronázták meg. Hát ez Zoli akkoriban született. Persze, hogy emlékszik rá. Eszünk egy ilyet. Meg egy ilyet. Iszunk egy kamilla teát rá. Tojás, hús és kamilla tea. A gyógynövény tea, ami éltett bennünket a resztit bónusszal egyetemben. Sajna itt a Shroud. Az most lement rólunk. Amit látunk, ez már ki van tisztítva, ha de arra felé megyünk. És hogyha jól megnézed a területet, talán innen balról lehetne megkerülni az egészet és felmenni oda a Pillars of Creation-nek a másik oldalára, ami innen körül öleli a hegyet, ugye? Ezt a hatalmas nagy vulkánt. És a vulkán alatt, mellett pedig ugye láthatjuk ezt a részt, ahol a halálunkat lehetük sajnálatos módon. Meg is vagyunk. Már csak 300 méterre van a cél. Ja, vágj, ezt emlékszem, hogy köszöntél. Tudom én, hogy itt vagy, csak olyan kis, nem tudom, csöndbe voltál, aztán csak reménykedem benne, hogy nem vagy rosszul. Effektív a tooth damage-es fegyverünk kellene. Tök király. Nem szoktuk ezt sem használni. Ez egy komplet Shroud Core-t szokott nekünk adni, ami kicsit egyszerűbbé teszi annak craftingolását azáltal, hogy nem kell lecraftingolnod azt, ami már készen ott van a zsebedben. De ezek ilyen logikus dolgok, azt hiszem axiomának is tekinthetjük. Ez 95 méter, haladunk. Ott a hullánk, innen látszik. Hamar sikerült felvenni a fonalat, nem volt gáz. A lockpikeket vettük ki leginkább a hullánkból. Érdekes, hogy más nem volt nálam éppen. És ide kellene bejönni erre a területre. 250 méter a goal pont. Nézzük, hát megpróbáljuk innen. Hoppá. Szuradsz rest. Már benne vagyunk a tutiban. Ezek szerint most már ebbe a ködbe is betudunk me- át. Na jó, ott lent vörös minden. És nem gondolja ugye, hogy itt ilyen híd maradványok vannak, és ott van a waypoint. Lesz egy város. Mi ott fent. A híd maradványok azok nem lent vannak, azok fent vannak. Alul pedig vörös minden. Miért jöttem erre? Miért hittem azt, hogy jó lesz? Ezért, mert nem volt más indikátor. Nem volt más jelzés a játékban, hogy ne erre gyere már te barom, mert itt csak a... Hát ez az erős köd, amit találni fogsz. És akkor most lent vagyok a vulkán alatt. Ez egy épület maradvány, nem ez gomba. Közben megpróbálunk haladni, megpróbáljuk kimenteni magunkat ebből a szituból. Olyan irányokba megyünk, ahol ember még nem járt. Aha, és itt volna a karaván lokáció. Próbáljuk meg akkor legalább azt összeszedni, de szerintem fent kellene lennem. Ramatyám, de rohadt magasan van itt minden. Fogok tudni arra menni? ...157 méter kanyarodás lesz. Odafent nem fedezünk fel semmit, ez kamu. Ez a térkép részlet, ez most itt kamu lesz. Soha nem jártunk még a fenti részeken, csak idenen. 5 percünk van még. Stamina elfogyott, ott szállnak fent ezek a vadállatok. Jó, hogy ennyire egyszerűen elintézhetők. Vissza is állt a stamina, az nagyon jó. Ilyen gyorsan működik. 34 méter fölöttem, location above. Jaj, ne. Hát akkor valamilyen módját meg kéne találni a felfelé jutásnak, mert ott mit láthatunk? Most rajzolja be a területet, lehet? Eddig nem kellett megmutatni, hogy mi van előttünk, ugye? Ha megtaláljuk azt, hogy hogyan menjünk fel, akkor fölöttünk van a cél. És akkor át tudunk menni Surat's Restbe is, csak onnan lentről volt ez. Ez mi? És megint lett volna egy kürtőmbe beseggelek, nem? Nem lepődtem volna meg magamon egyáltalán. Négy percünk van, hogy kiszaladjunk ebből.
Szerintem már közel vagyunk, aha. És akkor utána innen nem fogunk tudni felmenni, ugye? Csak is akkor, hogyha így mész. Tehát akkor ennyi erővel meg jobban járnék, hogyha visszamennénk a fenti waypointra, amit letettünk, mert hát ez látható, hogy nem vezet eredményre ez a szaladás. Ide lent. Mondjuk van Copper. Tin meg akkor ott éjszakon volt. És akkor Tinből 20 darab ór csinál egy bárt. Hát akkor a... Hát az viszont iszonyatos. Itt van egy kis rooibos. Gyere. És így, hogyha hazamegyünk ide fentre, ott is van még küldetés, amit nem tudunk megoldani. Ti játszottatok már a honfoglaló társas játékkal? Raven's Keep, keressük meg. Jaj, csuklom. Hopp, azt hiszem, hogy elengedtük azt ott, azt a ledget, nem baj. Jó lesz ez még valamire. Például, hogy itt megálljunk. És így egyre magasabbra tudtam volna, lehet, hogy meg tudtam volna mászni ezt a hegyet. Annyira szeretnék feljutni a tetejére. Itt próbálkoztunk, ha emlékeztek rá. Itt egy Flame Sanctum van. Az előző epizód tartalma, hogy ezt felfedeztük. Előttünk fák vannak, csak kicsit furik. Cave Passage. Aha, innen le lehet menni, gondolom, az Inner Sanctum. Nem. Milyen Cave Passage. Nem, ez alattam kell, hogy legyen. Szerintem nem tudta a játék, hogy éppen merre járok. Mivel, hogy szálltam, ugye? Ez lenne az? Jó, és ez hová vezet? Na, ezt most megnézzük, nem tudjuk, hogy hová megy. Ide szerintem csak benéztünk, de nem mentünk végig. Nem, voltam már itt, igen, emlékszem. És arra jobbra mentünk tovább. És mi lett volna, a balra megyek? Itt van a Wookie Brawler, igen, emlékszem. Ha van Wookie Brawler, akkor van áldás. Mögötte? Mögötte van. XP-t szépen lehetne innen farmolni, nem mondom. Megütöttem a Wookie Brawler. Nagyon jön. Ez erősebb fajta. Sokkal magasabb szintje van, látszik. Na jó, megverem. Ki tudja, hogy mit ad. Lehet, hogy egy legendás van benne. Au. AP-regen nagyon megy, nagyot megy. Backstep damage. 196-ot lőtt ez a szarban. Iszonyat nagyot megy, nagyon jó. És ezt még meg lehetett tolni 30%-kal. Hogyha a damage-re rámennénk. Mindjárt meg vagyunk. Gyerünk. Ad egy rászti szordot, nem lepődnék meg. A manakai zéhez. Ez miért nyílt meg most? Azt mondja, hogy Nomad Highlands-en veszett el az almanak. Ott kellene lenni, ahol a karavánnal tábort vertek. Mi az, hogy no item? Mi az, hogy no item? Hallod? M hajnal! Te megátkoztad a lootot, de szemét vagy. Feathert azt viszem magammal. Jézusom. Kösz szépen. Ja, én azt hittem, hogy azért ölöm meg, mert itt van mögötte az áldás, a Wookie áldása, de nincs benne semmi. Hol tartják az áldást? Elő a... Ha. Ez furi. De itt végig lehet menni. Ki tudja, hogy mi lenne ott mögötte. Ott van fent valaki, zöld nem világít, azt meg kéne nézni. Milyen nagy ellenállások van a jég ellen. Muszáj tűzzel eteti őket, mert csak ez adja a damagét. Jó, eleget vártunk. Itt az idő. 30%, vagy nem, 20% piromán damage. 20% extra damage-re az ember nem mondja azt, hogy nem. Ugye? Tehát akkor is belenyomott, hogyha nem akar.
figyeljünk, hova lépünk. Ez itt lemegy valahová. És ha visszamennék? Nagyot mondtam, azt mondja. Itt ugye mi van meg a te glitch? Ja, lehet. Ott van a fény. Az alagút végén. Ne menj felé, Móki! Ne menj felé! 20% extra damage. Oh, 286. Jézusom! Na ez, erről beszéltem, hogy nyomhatnánk a damagét még, és még ezt 10%-kal tudom fentebb is tápolni. Mondtam én, hogy kell a damaget, csak azt mondtátok rá, hogy aj, minek, hát úgyis megversz mindent. Hát persze srácok, csak nem mindegy, hogy mennyi idő alatt, ugye? Ez hová vezet? 200 méterre vagyunk a célunktól, tehát jó irányba megyünk. Csak a damage a fontos, én is ezt mondom. Ez milyen? Ah, na hát itt van egy flame sanctum. Annyira király, amikor így elszánsz fölötte. Flame Shrine, ez eddig nem volt felfedezve még. És akkor arra fele kellene menni, 3 Spark X3. 3 darab szikra van benne. Itt van csirke. És azt arra számít a játszi, hogy oda fogok átmenni innen. Mondjuk, lehet, hogy meg tudom csinálni. Ide megállhattam volna itt balra, látod? Ne, kajak megcsinálom. Ó, és akkor lehetne a glidert is majd fejleszteni. Itt van Raven's Keep. Lehetne úgy fejleszteni, hogy sokkal gyorsabb legyen, és sokkal messzebbre tudjon jutni. Raven's Keep. Ez itt nem más, mint a holló erődje. Ahol még nem tudjuk, hogy mit találunk. Itt van az almanak, közelében vagyunk annak. Az a következő pont, amit felfedezünk. Folyamatos... Szarás? Jó? Oké, megvan. Jó. Jézusom. Ezt a Forest Longbow-t ezt elviszem. Itt van lent a leírása. Raven's Keep Log. 147. nap. 53. Rab van itt. Akkor ez egy ilyen büntetés végrehajtási létesítmény. Volt ma is egy lázadás. Lupa az, aki feltüzeli őket. Lupa? Hát róla hallottunk, ugye? Hogy ide be van zárva. Nem tudom, hogy meddig fognak itt maradni még az őrök, hogyha ez az abúzus folytatódik. Hallottunk Lupáról. Igen, ez valakinek a valakija. A testvére írt egy üzenetet róla, ugye? Ez a jeget szereti. A jégdemicsünk azt hiszem fel van tápolva, talán. Metal Scrap. Elixir az jól jön, mert abból nyerünk 20% vagy 30% damagét, úgyhogy azt majd viseljük. Egyőre nézzük, hogy mit kell keresni ezen a helyen. Ide biztos, hogy eldugtak valami jó lootot nekünk. Ez be van zárva? Itt lehet Reaper-t nyomni a gíredre. Veszélyes figura, erre vigyázunk el. Jó, hogy van egy shieldem, nem? Jó, hogy meghalok. Nem szarra gurit. Azt a mindenit. Na jó, most nem tudom, hogy mit csináltam volna, hogyha nem lett volna nálam a shieldem. Ez erős. Itt vannak elszállások. Lehet, hogy meg fogom találni Lupát? Tök jó, hogy kiszáll beled a láng és bevilágítja a területet. Ha ezt lehúzod, kinyitod a következő területet. Ez jó, mert ez insta. Ma még nem instáztunk, úgyhogy itt van az ideje. Megnézzük, hogy hol voltak a rabok. Ott van egy... van valami log lent is, amit el kéne olvasni. Hoppá! Az igen. Azt hiszem bejöttem a tutiba. Kint majd használni kell a Reaper Station. Egy nagyobb HP poti. Látok, mit lehet találni? Metal Scrap és víz, az kell. A víz az nagy kincs, ez is nagy kincs. Felvesszük azt a potit, amit felvettünk. Elixir buff fél órán keresztül adja a damage buffot, nagyon jó. Le kéne menni megcsicskítani mindenkit, akit odalent láttunk. Tök jó, hogy így nyílik a fény, nagyon tetszik ez. Jó mechanika. Az, hogy nem tudsz átlőni az ajtón, mert úgy érzékeli, mint a be lenne zárva, az viszont rossz.
Azt nagyon ideje volna kijavítani már. Aha, és itt is van valami, látod ezt? Azt mondjuk vegyük ki. Ott egy kapcsoló megnyomása. És tényleg nem látod? Nem találd el? Kapcsoló megnyomása után... Ez nem tudom, hogy hova akart menni. Ide hátra akart jönni fedezékbe. Ki tudjuk nyitni majd az ajtót. Ott van bent a gomb. Oda viszont csak innen. Szerintem erről tudsz. Aha, és akkor itt nyomsz egy kanyart. Jaja. Ez egy boss. Tényleg ilyen emberi boss még nem is láttunk. Sokan vannak ott bent. Nem jobbak nálunk? Egyedül maradtunk ebben a lyukban. Itt hagytak a cellákban rothadni. Remélhetőleg mind belefulladnak a porba. És én... Micsoda? Én is azt mondtam, hogy ártatlan vagyok. Káosz lenne nélküle. Ez valami matron, lupa? Mi ez a matron? Amikor a közelben lép, még a patkányok is... vimperelnek. Köpköd, miközben beszél. Folyadék folyik le az ajkain. Gonosz és maró. És mindig egy kis etanolt lehet érezni a levegőben. Van egy terve. Nem tud áttörni a kapun, de a falak azt mondja, hogy üregesek, mert hogy egy barlang van a cellája mögött. Kintről kap segítséget. Talán a testvére, ha jól hallom. Lehet, hogy át tudunk törni. Igen, hallottunk már a nővéréről. Hoppá, jó napot. Ketten vannak. Lupát tényleg kimenti a testvérrel. A K betűs, azt hiszem. K betűs volt talán a testvére. Ezeket elviszik. A metal scrap azért érték a játékban. Na jó lenne, ha most már látnánk is viszont. Szóval a fal mögött valahol, a cellájában, meg kéne találni a celláját. Van egy barlang, és onnan menti meg a testvére, érthető. Ezt nyitottam ki, keressük meg. Itt vannak a cellák. Ott egy láda. Jó napot! Óvatosak legyünk most egy kicsit. Ez jó lett volna, ha nem lett volna szar. Egy damage pont kellett volna kb. 8 darab metal scrap. Nagyon gazdag itt ez. Nagyon gazdag. Itt egy kapcsoló. Nyitottuk a legendás ládát, ami egyébként csak egy szimpla, ritka láda. Nem találod el. Erre gyere, haver, itt. Igen, megvagy. Hallod. Még nekem kellett kisegítenem onnan. Fancy stone block. Wow. Epikus építkezési alapanyag. Na, ez tetszik, ez jó. Megint megérte ide is bejönni. Itt, hogyha szétvernél minden berendezést, egy csomó cuccoz juthatnál. Persze ezt meghagyom majd nektek, hogyha ti is játszatok a játékkal, hogy kiderítsétek, hogy mi mindent lehet innen összeszedni. Ha feljössz ide, aha, ott már látom szemben az enemit. Ott van a barlang. Tényleg ki, azt a mindenit kimentette a tesója. Szép stun. Vagy Terry. Már csak rá kell jönnünk, hogy hogy megyünk oda be hozzá. És ott lesz mögötte a barlang, jó. Szerintem nekem itt már nem is lesz nagyon keresnivalóm. Ide kell átmennünk. Lupa, nem tudtam tovább várni. Siettem Amber Hollow-ból, hogy szembenézzek a kontraktorral. Amikor a késemet a nyakának szegeztem, elmondta, hogy... meglógtál? Out of the frying pan and into the fire, tehát cseverből vederbe. Azt mondta, hogy letartóztattak és Ravenskeep-be zártak téged, de ne aggódj. Elvágtam a torkát. Ideg már a teste, többé nem zavarja a családunkat. Ravenskeep nem tud téged bent tartani. Szabadon, vagy kiszabadítalak. Állj készen a megmentésre. Hamarosan egyesítjük ezt a vidéket és megbosszulunk, bosszutálunk mindenen. Lupának itt van a scalperje. Ez egy level 18-as melee weapon. Ez, hogyha jól látom,
piercing és cutting damage-ben elég menő. Poison damage-et fog felpakolni. Critical hit damage 20%, backstab damage. Amúgy nem rossz, tehát így ilyen rogue karakternek ez egy menő item. Itt van együk. Csirkék vannak odafent. Tetszik ez a Civilized Boner, ilyet még nem láttam. Tetszenek ezek a kis miniatűr sztorik a gameben, ahogy így mész előre és így fejtegeted meg, hogy mik történhettek valaha. Kicsit átláttunk ott a térképen, de nem csaltam, direkt nem néztem meg. Legendás ládát őriztek. Ez jó. Egy manát adó Fowler's Trousers. Nemrég még használtuk ennek a chest piece-ét. Ennek volt? Ó. Ezekben van tényleg a tojás. Vinnünk kell a tojást haza, mert most sűrűn fogyasztunk belőle. Az egy nagyon értékes resource a game-ben. Ezt a gombát békén hagyjuk, bár biztos abból is lehetne minden menőség. És erre menekültek el, aha. Ott a következő nyom. Dicsőség lupának. Áttörtük a falat, lupa. Széthasította a követ. Szóval a törmelék mögött tényleg volt egy barlang. Azonnal vukákkal találtuk szemben magunkat. De a... Rampage-ben majdnem, hogy élve nyúzta meg őket, lupa. Mindenféle lényt meg tud szelidíteni, menekülnek előle. Nem állunk itt meg. Elfoglaljuk az egész világot, Ravenskeep csak a kezdet. Lupa testvére. Micsoda? Beveszi Surat's Restet, amíg mi építünk valamilyen lert. Amber Hollow-ban. Aha, szóval ezek itt, akkor az Amber Hollow az ugye erre van. Tehát egyrészt erre mentek tovább, Surat's Rest az pedig itt van lent. Aha, tehát erre jöttek tovább. Nekünk ide kell menni az almanakért, úgyhogy sietünk. Bár van itt egy Flame Shrine először, amit talán nem ártana. Ezt most okosba kéne megoldani, hogy ne zuhanjunk alá, ugye? Itt úgy látom, hogy... Azt a mindenit, oké, kicsit necces volt, de sikerült. Most azt hiszem bent vagyok a tutiban már megint. Ez hogy sikerült? Jó Isten. Ja jó, ki tudok jönni. Oké. Okay. Következő állomásunk itt van. Szerintem ez fel fog vinni minket a Flame szentélyhez. Máskülönben nem tudom elképzelni, hogy hova tették. Aha, ott van. Ez még több spark. Nagyon-nagyon haladunk. Nagyon-nagyon kemény felfedezéseket teszünk. Ott van lent egy város. Ez nem a Vuka Camp, ez... Ez valami más. És az almanak ettől balra? Nem, ettől jobbra? Ez valami hegytető. Megnézzük ezt a várost, csak hogy legyen felfedezve. Hogy tudjuk, hogy itt van. Érdekes. De nem nagyon akarnak nevet adni neki. Akkor ez egy névtelen város lesz. Kinyitjuk az ajtaját, benézünk. Kockányok! A leghaszontalanabb enemy a játékban. Egy lockpickkel nézünk ide be. Hát, ha mégiscsak lesz ott valami. Már a kockányokon kívül. Ne szórakozzanak, hogy tényleg semmi. Talán a törmelék alatt. Lehet, hogyha... Az ember elkezd ásni ezeken a helyeken, akkor megleli, amit keres. De ez, hogy egy lockpicket kellett áldoznom, ez elég kellemetlen. Jó, persze nem a világ legdrágább dolga a lockpickezés a játékban, de... Hogyha nem nagyon farmolgatod a cuccokat, akkor bizony kifogysz ám belőle. Mert hogy 2 darab metal scrap kell neked, hogy csinálhass 1 darabot belőle. Az ott mi, ami ott világít? Ó, valaki megevett néhány állatot? Aha! Az a kis fickó szemben megölte ezeket a macskákat. Én ezt a húst meg elvittem. Szevasz! Nem kell nekem mindenkivel küzdeni. 260 méterre van az almanak. Szerintem annál toronynál lehet.
Tök jók itt az éjszakák a sivatagban, nem is annyira sötétek, nem? Az erdőben azért durvig szoktak lenni. Azt sajnálom, hogy Ravenskeep-ben nem használtam a Reaper állomást. Ami a föld alá beragad, ha le is veszed a HP-ját, sajnos nem szokott meghalni. 1 óra 24 van, még van gyorsan fél órám. Milyen filmet nézzünk meg ma este? Ha van valamilyen film ötletetek, amit nagyon szívesen látnátok, ugye tegnap megnéztük ezt a Raid-et, Raid Redemption, amiről nem tudtam eldönteni, hogy akkor most a film címe az Raid vagy Raid Redemption igazából. Szóval megnéztük ezt a mozit és iszonyatos verekedéseknek voltunk, meg kivégzéseknek voltunk szemtanúi. És ott írták a kommentelők a film alatt, hogy van ez az Ong Bak nevű mozi, ami állítólag a harcművészet legteteje. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok arra is, hogy mit akar ez jelenteni. Nem szoktam nagyon ilyen verekedős filmeket nézni, de hogyha azt mondják, hogy jó, akkor ául, a bokámat töröm. Itt vagyunk a helyszínen, csak nem tudjuk, hogy honnan közelítsük meg. Jaj, nem, itt van alattam. Aha, akkor mégiscsak itt megállunk. Vágó úr. Jó lesz ez. Tudják, őrzik a Hunter lokáció. Belement egy csapdába, szegény. Prentice Wand. Level 16-34 damage, kék és ice damage-el rendelkezik, nem a legjobb. Szeretett királynőmnek a bőröd olyan, mint a, mit tudom én, olyan szép oliva barna. Ilyen puha meg a hangod, blablabla. Bla. Igen. És ezt kiírta egy elbetű is, valaki írta. Látni a homokban a lépéseid az enyémek mellett, meg a sivatagi szél. És veled táncolni a karjaimban. Csak ebben reménykedem. Ez hülye, ez kicsoda. Smoke on the horizon. Blazing fire van. Szóval Surat Resznél lángok vannak. Túl későn érkeztünk. Új lore page. A demesek és a történelem oldalon. Szóval Ravenskeep-ből jöttek, elmenekültek. Surat Reszbe mentek tovább, az most ott az őrület mágiája. Remegek már csak a látványától is. Anyám mit tenne? Költözne, mielőtt fel kell a nap. Mindent hátrahagyna gyorsan és csöndesen. A szél vinné magával. Longkeep-be az út. Elég szar, de mennünk kell. Legyenek áldottak az ősök, meg a királynő is. Semmi nincs itt. Ez kiírja. Legalább megtaláltam az almanakot. Jasmine a sátrában. És innen tovább vitte a Surat Reszbe. Jaj, ne. Jaj, ne. Akkor nincs meg, amit kér tőlünk a Hunter. Akkor mennünk kell. És ráadásul arra kell menni, amit mondtam nektek. Még van 10 perc resztit buffunk, jól van. Arra kell mennem, amit mondtam nektek, hogy ott lefele fogjuk megtalálni a lényeget. A rossz irányba megyünk, másik irány. Ong Bak nem rossz. Ja, Iron Guard, itt vagy még, látom. Szóval, hogy a Raid című film 2011, amit te írtál, és a trailer is arra mutatott. Viszont a... Szóval meg a Raid Redemption című film szintén 2011-es, szintén kb. Ugyanannak néz ki. Ez a két film, ez megegyezik egymással, és két külön címe van. Ilyet még nem nagyon láttam. Bár oké, nem túl sok indonéz filmet láttam. Tehát lehet, hogy Indonéziában divat ez, hogy több film ugyanazon a címen működjön. Egy kis XP-t azért viszünk innen magunkkal. És van második része is. Jó, hát azért mondjuk az első sem volt annyira hiper-szuper, hogy második részért kiáltson, de... Ez mi ez a hang? Ez az új cica. Hosszú ez az éjszaka. Ne vinni? Ott nyomul a macska a másik oldalon. Jézusom! És hogyha felugrok ide a falra... Az neki nem túl szerencsés, nem hát. Nézzünk inkább egy ilyet, hogy kezünkbe veszik a fáklyát és... Nem egészen értem, hogy hol vagyok. Mi ez a hely? Itt egyszerre vörös és zöld minden. Egy újabb... Sivatagi éjszakát láthatjuk, egy teljesen újabb bioma. A macska ide nem jöhet be szerintem, úgyhogy felmászunk erre.
Megnézzük, hogy mi van itt, egy ládát látunk. Á, ez ilyen megtisztított bandag. Azt a mindenit, kisüti a szememet a nap. Na, ilyet még nem láttunk a gameben. Ennyire világítson a nap felkelte. Te macska. Ja, igen, egyszer meg lehetett nézni. Végre jön fel a nap, na végre. Van egy torony velünk szemben. Szerintem ez az a torony, amit már felfedeztünk, így van. És most balkész felé kell mennünk, amerre a nap éppen fel kell. Menő, haladunk. Itt lesz az a híd, ami leomlott. Elképesztően nagy felfedezésekben vagyunk benne. Itt van Surat's Rest. Jó napot kívánok! Bocs, hogy így rátörtem. Éppen ébredezett a csávó, itt lehetne egy kicsit csütögetni. Ezt elviszem magammal, Surat's Rest 290 méter szemben. Wow. És oda csak úgy érhetsz el, hogyha innen fentről jössz. Látod, mert le van omolva a híd, ez nem semmi. Kíváncsi vagyok, hogy visszafele... Oh, ott az élesztőpont. Ha meghalnék, azért nem lenne baj, hogyha lenne itt egy checkpointunk. Távolról aktiválódó bonfire rendszer. Aha, és ott is van egy flame shrine, és hogyha erre mennénk tovább, akkor egy tanning station, na ez nagyon kellene a leatherhöz. Ez mindennek a kulcsa, ezt ma még összeszedem. De most már eljövünk így lupáék után, megnézzük, hogy milyennek a nagy sztorinak a vége. Au. Mondom, jó lett volna, hogyha riperelek egy kicsit, de most már így alakul. Az elixir buffing rajtunk van. Ez a bronzeró, az bár biztos, hogy nagy királyság, de szerintem... Hát tudod mit, kioffalom ezt a 34-et a 10 darab nagyobb damage bronzeróért. Nem, mint hogyha használnánk ilyat. Tehát az ilyat általában arra használjuk a játékban, hogy meglőjünk ilyen távoli gombokat. Valdár mondta az imént, hogy ő az, aki ijászt játszik. Arra nagyon kíváncsi volnék, hogy milyen élmény. Mert mondjuk, hogyha az ember úgy játszik, hogy haverokkal, és van egy tank, de meg mondjuk mögötte nyomod a... Tehát van egy healer, meg van egy rogue, aki mondjuk archer, tudod? Tehát ilyen dexes archer, és akkor nyomja az őrületes lövöldözéseket, meg minden. Az úgy egészen fun lehet, azt a mindeni. Úgyhogy miért beugatott, hallottad? Már azt hitte, hogy harapott valami. Nem jó a target lock. Kicsit lelassítjuk, jó lesz ez. Leesett a hús. Azaz, hogy hát elfogyott a húsink. Ne harapjál már többet ki belőlem, Plash. Szóval elfogyott a hús, amit most vissza is pakolunk, és ebből a kutyából nem szedünk ki semmit, és a csávó az... Ah, még egy acid cleavert ad nekünk. Ami nekem szintén ilyen hiányosság ebből a gameből, hogy a dual wielding az hol van? Tehát például ezt az acid cleavert én tökre viselném úgyis, hogy dual wieldben. Hogyha olyan karaktert játszanék. Ezt tényleg erre még nem is gondoltam szerintem, hogy jó, persze, király, meg minden. Az egész game nagyszerű, ahogy van. De hol a dual wielding? Mert az ellen mit csinálja? Lehet, hogy neked is van megoldás, hogy csak mondjuk talenthez van kötve. Na mondjuk ezen nem lepődnék meg, hogyha perk mögé lenne betéve. Mert a kétkezes fegyverek gyorsabban történő lengetése, az például azt hiszem talenthez kötött. Van mögötte valami, egy barlang? Ja, hogyha innen kintről jössz és bemész ide, akkor meg tudod kerülni az egészet. Ez a rógoknak van csinálva, hogy backstep damage-et tudj bevinni, meg látod, ott a bokrok azok végig arra vannak kitalálva, hogy szépen a nyugiból tud ezeket elintézni. Azt hittem, hogy elástak ide valamit, de nem. Lehet, hogy ott volt valami, csak még nem vettem észre. Mármint, hogy lehet, hogy tudod, még lentebb kellett volna ásni esetleg egy kicsivel. Akkor hozzá segít ez a lépés, hogy kirobbantodott a tucosokat. Leather kellene nekünk, nagy mennyiségű leather, ugye? De szerintem a tanning station, azzal meg fogom tudni csinálni. Itt van egy ládánk. Iszonyat szaladásban vagyunk. Ezt kioffoljuk szerintem. Ezt is. Hát a Salvage, ez a Lupa Scalperje szerintem menő, nagyon jó tényleg, de nekem értelmetlen, hiszen nem ilyen build-en vagyok.
Apprentice van, de nem fog kelleni. Ez a csont, ez nem fog kelleni. Crackling van, nem fog kelleni. Így, nem fog kelleni. Szépen mindent betördelünk, hogy tudjunk használni más slotokat, mármint hogy azokat, amiket eddig elfoglaltak. Közben nézzük, hogy van-e itt még valami értékes. Nekem, aha, van. Scavenger loot, ott van valami íromány. Kutya mit harapott, láttad? Mindjárt tönkre megy a vandom. Kétszer harap. Ilyen egy szemét állat az ilyen. Egy nagy damage van, szóval nem rossz. Ameddig nem fogy el a nyíl. Hát igen, utána átváltasz mélére. Senki nem tud engem hülyére venni. Thor visszajött a felderítő küldetésről múlt éjszaka. Szóval, hogy letette ezt a poros táskát elém, tele volt scrollokkal. Azt mondta, hogy ez az egyetlen dolog, amit össze tudod szedni. Nagyon jól tudom, hogy hazudik valaki. Tehát, hogy jól felismeri a hazugságot. A régi barátom maga számára rakta el a kincset. Aha. Akármit is vett elő Jasmine a sátrából. Az a kedvenc helyén lesz elrejtve, gondolom. Végtére is még nem talált egy jobb helyet, mint a régi Watchtower-nek a teteje. Az ott remélem nem az, amire gondol, ugye? Nem. Itt van egy karaván raid, itt pedig van egy scavenger aréna. Mind a kettőkkel meg kell találnunk a... Hát remélem, hogy jól gondolom. Training station az itt lesz. Oké, okay, haladjunk, ne áldogáljunk. Egy-két házban még azért szívesen benéznék persze, de már nem nagyon lesz ma este időnk rá. Utána fejsze és pajzs végső esetben. Igen, mert ugye viszonylag egyszerűen van kitalálva, hogy Q betűvel a range weapont ugye felkészíted, klikkel felhúzod. Úgy, mint én is a staffomat ugyanúgy irányítom, mint hogyha így lenne a kezemben. Tehát a range weapon az így működik a játékban. Ilyen szép kis kertek vannak itt a sivatagi városokban. Scavenger Arena, és itt... Csomó hulla van a föld alatt, vagy a földön egy elásva. 3.39-eket verek. 6.39, jól láttam, vagy... Mennyi volt az a crit? Ott valami jó magas. Hó, jó napot kívánok! Oké, ez itt a... Ez itt lupa? Ez lett belőle? Jó napokat! Van egy kisebb baj. Méghozzá, hogy most csak a manám valamit használhatok. Mindig fél HP-ztam eddig, az pozitívum. Megiszok két manapot itt és elhúzok onnan. Kutya meg az a baj, hogy rám jön. De a kutya nem tud kijönni, mert azt hiszi, hogy be van zárva, az előny, nagy előny. Ez most mi volt? Oké, ezt nem feltétlenül tudtam mire vélni. A kutya egyszer csak megiramodott, és volt egy ilyen nagy bile lövés. Iha. Fegyvereink elég szar állapotban vannak. Jó, hát ezt meg kell próbálnunk újra. Ki laggolt? Nem tudom, hogy mi volt pontosan, mert laggolni nem szokott a játszás, privát szerverem vagyok, tehát... Elméletileg nem történhet meg. Na, még egyszer. Az menő, hogy itt éledünk fel, az nem menő, hogy... Mi ez a fegyver itt lent? Az hülyeség. Ajaj. Ezt felrakjuk oda. Váltunk, így. Az nem menő, hogy nem nagyon van fegyverem. Hát maximum a izével tudnánk menni a... Lightning damage-es vandommal. Azon kívül más most már nem maradt. Itt a kutya fent néz meg, aranyosan vár. Csahol.
Mennyi ház, mennyi rejtett járat lehet ezekben, tudod, így a föld alatt, meg a szekrények mögött, meg minden. Nagyon jól ki van találva ebben a gameben. De honnan jöttél? Effektív a lightning ellene. Az igen. Az igen. Hát jó, de a jég az még effektívebb lett volna. Ezt elvisszük, köszi szépen, viszlát. Felfújja a levegő, imádom. A menő. A menő ez a játék. Tök jól el lehet benne lenni. Nem kell túl gondolni, semmi extra nem kell számítani, egyszerűen csak jó érzés vele játszani. És ez szerintem egy jó játék ismérve. De honnan jöttek? Chain lightningot kéne nyomatnom nekik, ugye? Ugyat lesz egy szintlépés. Én nem hiszem, hogy ez a damage annyira effektív volna. Legalábbis nem érzem, hogy nagyon piciket ver oda. Mondjuk ebben az is benne van, hogy maga a fegyver alacsony szintű. Csak mivel nem volt eddig ilyen fajta damage-ünk, ezért... Szabad őket, talán. Ez jó lövés volt. Nem volt ilyen fajta elementál típusunk. Kíváncsi voltam, hogy hogy működik. Amúgy jól működik, nincs vele gáz. Mindjárt szembenézünk Lupa Warriorral még egyszer. Azt hiszem beakadtam. Azt hiszem kijöttem. A gliding közben használtuk a... Azt látjátok, hogy a damage-nek egy jó része visszaverődik az enemire, ami éppen ver? Ez is valamilyen perkből van, az is a mágusnak egy ilyen sajátossága. Volt jó nagy baj van lenn. Ez már az aréna, tehát akkor itt van valahol. Lipi Lupi Warrior. Hopp! Jó napot kívánok! Már nyomja az acid bile-t oda maga alá. Ez itt olyan, mint hogyha titkos lejáró lenne, nem? Ezekre kell vigyázni, szerintem ezek öltek meg az előbb is valahogy. Úgyhogy a harci zene folyik itt. Aha, tehát itt nézték végig az arénában történő összecsapásokat. Ezekről az ülésekről és őbigyulákokról. És mi lenne, ha valaki azt mondaná, hogy én itt felmaradok, le vagy te szarva. És csak. Így van. Így van. És nála van az almanak. Ő az, aki a húslevest megadja nekem. Vicseres a zene? Olyan, mint hogyha izét csinálnál. Hogy hívják, mondjad már. Jaj, Istenem, nem leestem. Most fel. Jaj, de szép volt. Hát micsoda szép volt. Már megint leesek, milyen vagy? Nem tudja felhúzni. Jó, nem baj. Most már nem vagyok. Ez fáj. Ez nagyon fáj. Engedd el a target lockot, akkor felmegyünk megint. Nem tűnik olyan egyszerűnek a fe... Szia! Jézusom! Jó, ez... Ez a fajta támadása, ez mindent visz, tehát ez iszonyat kevény, ez széttépi a pofádat. Most már tudjuk, hogy mi történt az előbb. Ez, hogyha közel vagy hozzá, megöl. Nem kell neki semmi, meg fog ölni, kész, ez van. Még egy kamilla tea, még egy főtt tojás. Meg lesz a HP regen, minden regen. Most kettő hullánk van a földön. Itt vannak a Wookiek lent. Percival. Szerintem Percivalnak hívják őket. Nagyon-nagyon királyak. Én láttam ilyen koncertfelvételt is velük, és tudod, ilyen kis klubokban zenéltek, meg ilyenek. Meg jöttek Magyarországra. Azt láttad azt a magyarországi koncertfelvételüket? Tényleg olyan volt, hogy ilyen kis klubban így leültek, és akkor mit tudom én, voltak 40-en vagy 50-en. Legalábbis a felvétel olyannak tűnik, mintha én nagyon-nagyon kevesen lennének. Hát, de akkoriban, érted, kijött a Witcher, meg minden, a három. Volt olyan kiadása, ami ugye ezekkel a Gwent paklikkal ment. Hát a barátaim rászabadultak, tehát nekik össze kellett gyűjteni az összes Gwent paklit, mert különben. Mindent vittünk ebből. Ez volt az egyik hullám, hol a másik vajon? Az a másik oldalon van itt jobbra, ugye?
Hova járnék, hogyha innen fentről lövöldözném? Csak arra kell vigyázni, hogy nehogy lesétáljunk. Meg arra kell vigyázni, hogy nehogy elkapjon valahogy a spelljével. Ez jó lesz. Megvan. Gritek mennek, gritek pörögnek, gyönyörű. Kell tartani, gyerünk. A HP, vagy a mana regen, amit visszaszív ez a staff a damage-ből, őrületesen jó. Hát micsoda? Micsoda mana regen, menj már. Ezt régen eddig nem, vagy ennyire nem lehetett nyomatni. Eléri. Pont eléri. Szevasz, Sun King. Jó estét neked. És most. Beállt talánk, meghalt. Lupa meghalt. Mondjuk valószínűleg, ahogy elnézem, már régóta halott lehetett. Csak gondolom, hogy ez a köd, vagy valami varázslat életben tartotta. És ott is van az almanak. Az a rengeteg scroll, ami a farmeri. Nice. Nice. És akkor mostantól kezdve egy csomó mindent tudunk csinálni. De nem ez az egy... Ajajaj, itt van egy karaván raid is, amit még meg kéne nézni. Nem ez az egyetlen dolog, amiért itt vagyunk. A másik dolog, ami... Hogy felugrottam ide? Ami nekünk érdekes lenne, az mondjuk nem lett volna szabad. Az a Tanning Station. Nekem ez olybá tűnik, mint hogyha ide nagyon nem kellene. Nekem oda nagyon nem kellene kimennem, ugye? Mi van lent? Ide mondjuk egy legendás ládát lazán lerakadtak volna ide a Firehurs. Érdekes, hogy ezt kihagyták, hiszen ez mindennek a vége, meg itt mögötted már csak a köd. Amúgy lehet, hogy ennek a területnek, a Scavenger Arénának is van egy legendás ládája. Lehet, hogy ásnom kellene. Lehet, hogy itt annyian haltak meg, hogy a föld alatt, érted? Megnézzük. Dirt roadblock. Akkor nem kell. Nem. Mit csinál? Delete. Így mehetünk. Oké, kész. 1 óra 46. Szágúdunk a következő irányba, a Tanning Station felé. Csak először még megnézzük gyorsan azt a karaván raidet, amit nem tudom, hogy... Ami nem tudom, hogy mi lehet, de valami. Valamit jelöl itt nekünk. Op, ott jobbra van valami, és csak. A kutya lett kivilágítva? Hoppá. Hiszen ezek mindenhol ott vannak. Még jó, hogy van egy ilyen... Vandunk itt tartalékban, amit ilyen esetekben lehet használni. Ezt most már elviszem magammal. Úgyis hazafele fogunk menni. Ott, mint hogyha világítana valami, nem? Talán a másik oldalán világít. Ide fel lehetett mászni, ezt mondjuk fájt. De miért kellett oda felmászni, nincs oda fent semmi. Vagy csak én nem tudom felfedezni. Ott át is lehet lendülni. Akkor mégis olyan, mint hogyha kellene lennie ott valaminek. Látod, mert ott van a lendülőpont. Még az előbb ki is volt világítva egy percre. Vagy nagyon vaksi vagyok, vagy... Vagy azt akarja, hogy menjek itt át. Ide lentre. Nem, hát innen fentről... Nem értem. Ide is ki lehet jönni esetleg. Innen felmászhass ide. Hiába lendülsz át, hogyha nem raknak ide lootot, ugye? Ja, hogy ez lenne a loot. Jó, talán ezt akarták itt, hogy a wandot vett fel. Aha. Ide is fel lehet jönni. Ez is a wand felé visz téged. És a raid lehet, hogy ott van szemben. Karaván raid. Ezzel arra gondolnak, hogy a karavánt megostromolták? A karavánt nem nagyon lehet ostromolni, nem? Hiszen az egy mozgó eszköz. Szóval neked is megvan a perciválos koncertfelvétel? Vagy a Gwent deckek? Úristen, de játszanék Witcher. Csak az a baj, hogy abban meg elmerülnénk. Szerintem a Witchert azt úgy fogjuk végigjátszani, hogy csak az megy. Tehát így a, mit tudom én, 2 hónapon keresztül Witcher. Erről szól a csatorna, kész, ez van. Mi megvan az összes Gwent deck. És tényleg. Már azt akarja, hogy leugorjak, vagy azt akarja, hogy másszak fel?
above. Fent van. Még fentebb? Lehet, hogy... Jaj, ne. Lehet, hogy ilyen nagyon fent van, hogy ennek az egész... Nem, ez az, megvan. Ó, és mostantól mészkőből lehet otthon csinálni. Meg titkos pince ajtót is lehet. Nice! Egy új recept. Amellett, hogy mészből is lehet otthonunk mostantól kezdve akkor. Ami itt van, az a déli karaván. Nekünk mégsem ez kell. Itt szerintem mindent felfedeztünk, ugye? Nagyon remélem. Ez mit jelöl ez a waypoint? Ja nem, ez csak ide lehet téve. Jó. Megvagyunk. Megvagyunk. Utána... ide kell majd eljönni. Jó. Ezt csak akkor tudom megcsinálni, hogyha... Hol volt? Keep. A keep az merre van? Raven's Keep. Ide kell elmenni. Egyszerűbb lesz, hogyha visszamegyek oda valahogy. Mert ott tudunk riperelni, ugye? És akkor nem kell azzal szenvedni, hogy a gírünket vajon hol lehetne megjavítani. Nem kell hazamenni feltétlen. Bár a rested bonus az leesett rólunk. Lehet, hogy mégis haza kéne menni. Igen, csak utána meg hosszabb idő visszatérni ugye erre a helyre. Szóval, hogyha valaki gyorsan akar menni a gameben, akkor ilyen holmi rested bonusokkal nem szarakodhatja el az idejét. Utána a gibéről szereztem a Gwent paklis kiegészítőket. Azért az elég metál, hogy a Gwent... Tehát csak a paklit felrakták külön. Azokat a PS kiadású játékokat vásároltuk, amihez voltak a paklik is. Hát de beszarsz. És játszani is játszottátok, vagy csak... Vagy csak szerettétek volna, hogyha meglenne a Gwent pakli? Ugyanez volt nálunk is egyébként. Szerintem nálunk mindenki is játszotta. Nem csodálom, mert tényleg egy zseniális, egy annyira csoda játék a Witcher 3. Valószínűleg szét fogjátok unni a szarba, mire. Túléltem, még jól vagyok, semmi baj. Azt hiszem, hogy egy HP-n megmarad. mennyire necces volt. Megállt bennem a szar is. Ne, várjál, te szemét! Na jó, hát persze, hát a kutyák még attól megehetnek, amik macskák amúgy. Jól van, értem én. Nehéz az a környék, nehéz az a sivatag. Ilyen büszke voltam magamra. Á, de király volt, nem haltam meg. Hát persze. Na jó. Ez jó lesz ez a főtt tojás. Szerintem eszünk hozzá valamit, ha még esetleg. Hát egy kis vizet ráiszik, és akkor tudod, max stamina. Úgy nő meg, hogy 140%, hát ilyen nem tudom, 300%-oknál voltunk már. Macskára vigyázni. Szia cica fű, jó éjszakát, jó pihenést. Köszönöm, hogy velem voltál ma este is. Backstab damage. Szétrázza őket a villámcsapás. Megvagyunk. Haladunk. Minden cuccom megvan, mehetünk. Nem kell a rescue bónusz, ilyen hülyeség. Ez úgy harapott meg, hogy teleportálás közben voltam. Hát valószínűleg a harapott részünk az még a szájában van, miközben az a testem létrejött egy másik helyen. Ennyi volt. Sajnos tamregen most fél órás lesz, mert nincs rescue bónusz. Bezzek, hogyha az ember ki van pihenve. Nézd, hogy szaladnak a macskák szemben. Kemény cicák. Csak itt nálunk a ticspertv.mokáson. Egymást verik. És megették a csávót? Meg. Azt szétgyalázták, mint a szart. Nem csodálom, mondjuk nem annyira durvik ezek már. És ki tudtam lootolni? Jó, mehetünk, oké. Raven's Keep, ott van a Repair Station. Azután pedig a Tanning Station-t kell megszerezni a Hunternek. Azt hiszem, hogy kért valamit a
Az asztalos is, de hát azt nem mondta meg még a játék, hogy merre keressük. Ez most a fővárostól nyugatra eső területeknek a felfedezése volt, és a térkép sarkában, sarka felé menő rész felfedezése is, tehát most ilyen multifunkciósban nyomjuk. Soundalertek működnek amúgy? Nem tudom. Kellene, hogy működjenek, igen, sound source-ok ott vannak. Miért nem működnek? Itt van a repa ír balra. Ezt itt felejtettük a múltkor. Végre képesek vagyunk a normál fegyverzetünk használatára. Hál' Istennek. Na ez már nagyon kellett. És ami most kell, az pedig errefelé van. Dupla lerje. Azért furi ez, mert ugye kétfelé mentek, ugye volt a Suratresti csapat, a másik csapat pedig felfelé ment oda a umbrális halóba. És ezt nem tudom pontosan, hogy ez az. Igen, ez az a terület. Ja, és akkor ott fogjuk megtalálni majd. Tök jó, hogy a map nézegetése közben is tudsz így glide-olni. Érdekes módon nem hallom, de szerintem most akkor be van bugolva. Valószínűleg, tehát, hogy elméletileg működnie kellene. De ti hallottátok? Hetes 100 méter restit bónusz nélkül. Hát ja, de hogyha más irányból mennék, nagyon messze vagyunk most mindentől is. Kellene, hogy legyen itt egy nagy torony. Nézd, ott nagyon messze van egy másik nagy torony. Viszont itt egészen közel, meg ez itt erre lehet valahol. Aha, tehát hogyha azt megmásznánk, akkor egész eredményesek lehetnénk abban, hogy ha itt kellene valami, akkor könnyedén elérhessük. Szép ugrás volt. Ilyen kis szép romváros ez is. Ahogy közelebb érsz, mondjuk egy kicsit élesebbé válik, de jó nagy tűz. Jó nagy tűz van oda bent. Azt hittem, hogy valami töltsér, tudod, ilyen tornádó őrület. 490 méter. Holy shit, azt... Jó, nem haltunk meg. De közel volt. És akkor most nem is ezt a... Aha, nem ezt kéne használni, mert... De most miért kell így izé balhékozni? Az átüt a falon. Vissza Dark Souls. Oké, lesz ebből még szintlépés, úgy érzékelem. Találunk itt valamit? Persze, a Prayer of the Flamescroll-t azt elviszem. Itt minden rohadt veszélyes. Minden be van csapdázva, rezin. Acid Bite. Animal Fur. Az Acid Bite, az pont az a ilyen savas spell, amit most akkor be tudok tölteni majd a... Hogy is hívják be? Staffomba. Arra leszek kíváncsi, hogy emlékeztek, lementünk a Buried Tomb-ba, ott a kriptába lent a ködben, még a játék elejénél. Ott adták oda nekünk a staffhoz használatos, és még mindig használt ilyen örökkön át kitartó spellt, ami a jégsebzésre megy. Hogy azóta sem találtunk olyat, tehát akkor most a készítők vajon azt feltételezik, hogy a játékos kilogikázza, hogyha az egyik kriptában volt a jégspell, akkor biztos, hogy a másikban majd megnézi, és akkor ott megtalálja majd a lángot, megtalálja a chain lightningot, meg a healed, ezeknek a level 1-es verzióját. Nem tudom, mert azért nagyjából átnézünk mindent a játékban. Tehát így, oké, sok területet átszaladunk csak, amúgy sem találnánk benne úgy semmi szuper érdekeset, de sok területet viszont tényleg töviről hegyire átnézünk. Az mondjuk érdekes. Hogyha itt lemegyek a ködbe... Nem. Nem. Ami nekünk kell, a tanning station, az ott fent van. Ez nem a köd. Azt a mindenit. Jó, körbe kell, hogy szaladjuk. Közben megint éjszaka lesz.
Talán onnan be tudunk menni ott fent valahogy, aha. Jók itt az éjszakák a sivatagban. Nem vészesek ezek. Annyit elintéztünk már ezek közül. Nem csinálom, hogy level 23-as a karakterünket. Meg tudod, az a sok-sok izé... bányászat. Az is egy csomó XP-t adott még korábban. Kivédtük a shield el, menő! Tetszik ez a sok víz, amit innen össze lehet szedni. Hamarosan világosabb lesz. Ha jól figyeltem meg a játékot, akkor hajnal előtt van a legsötétebb. Ott a játékon belül is. Az egy kakadú, ami elszaladt. Ott meg vannak ilyen ősi nagy csontok. Na ebből... De barom vagyok. Hát nem lehet, hogy ebből kell fosszilizált csontot kifarmolni? Ez miért nem jutott eddig eszembe még? Hát nagyon erősen előfordult, mert hogy máshol nem tudtuk eddig előszedni. Csak maximum találtunk darabokat. Fosszilizált pénisz, hát szerintem ott van, ott valami előttünk van. Nézd mekkora csontok ezek. Ide meg le tudnék tenni egy... Au, ez most fáj. Le tudnék tenni egy waypointot akár. Lehet, hogy meg is érni. Hopp. Perri, hülye gyerek. Hopp, megint. Nice. Mennyi XP-t adnak ezek? Ilyen magasabb szintű enemik. Nem csak azért, mert nagyon nagy volt a damagéjuk velünk szemben, hanem 112 XP ebben a játékban az sok. Szóval lehet, hogy most fogunk rányúlni a tutira. Ott van egy legendás láda. Nézd. Szerintem fixen ez lesz a megoldás. Ezt elhasználom. Oda nézd. Jézusom, és tényleg! A nagy csontok! Hát ez annyira logikus volt, hogy nem jutott eddig eszembe. És akkor így már nem csodálom, hogy 30-at kell előszedned valamiből. Valamint, hogy ebből valamihez. 30-at? Hát ezt mindjárt izé kifarmolod. Ó, nagyon király. Kár, hogy nincs reszti bónusz, mert akkor legalább 30-at haza is tudnék vinni. Ez kell kb. Mindenhez most, a csomó setpiece-hez. Ezt el is használtam amúgy. Nem feltétlen kell nekünk. Ezt haza kell vinni, ez kell a farmernek. Ez nem fog kelleni. Ez ide lejön. Egy-két dolgot most, ameddig a stam regeneráció zajlik, betörünk. Hú, ez nagyon értékes cucc. Ez eddig egyik legnagyobb érték, amit a mai dupla epizód során sikerült felvenni. Vajon hány darabot szedtünk itt? 15-öt. Tudjátok, ez volt az, amit ott a izében is találtunk. Volt ilyen szentély, és akkor bementem, és akkor tökre megörültünk, hogy na hát, ilyet még soha nem találtunk, ez egyik izében volt benne. Ilyen urnában. 2 óra 2 perc, mindjárt megvan a tanning station, hogyha minden jól megy. Bár ott szerintem azért még meg kell küzdenünk Lupának az egyik valakiével. Érdekes, hogy lement rólunk a... Jaj, nem is ittunk. Nem ittunk Camilla teát, azért ennyire nem voltunk pocsékolóban. Mondjuk a Camilla teát, meg ugye otthon, most már abból a nem tudom hány, ott van egy élesztőpont. 80 darab Camillánk van otthon, ez könnyedén. Ez 25 darab. Könnyedén vissza tudjuk termelni. Lehet, hogy nem is baj, hogyha nem éjszaka megyünk erre a dologra, hanem inkább nappal. És lehet, hogy ezt bányászni fentről volna érdemes, nem? Mert hogyha lent kifarmolod az alját, akkor mit csinálsz a tetejével? Nézzük a legendás láda tartalmát. Ah, na hát, de hiszen ez rohadtul szar. Forest Longbow. Mondjuk level 20-as. Lehet, hogy valakinek, mondjuk Vardar Vikingnek tök jó lenne. Lehet, hogy csak nekem nem jó. És gyorsan adja az XP-t. Olyan egy kicsit nekem, mint hogyha a játékban ez az XP-zés itt a mining kapcsán, mint hogyha be lenne valamelyes bugolva. Mint hogyha jobban telne a méter, mint amennyi XP-t te előszedsz. Tehát
Most nézd meg, már 56 XP-t kiszedtünk a full staminából. Az XP-nél azt írja a szintlépéshez, 3851 per 4162. Akkor nem, akkor kevés kell szimplán. Tehát figyelj, 41 darab ilyen kék mobot elintézel. Persze ahhoz kell, hogy legyenek is a környéken. És már egyből megy a szintlépés, ugye? Tehát, hogy nagyon könnyű szintet lépni. Úgy emlék, hogy múltkor sem működött, amikor kiváltottam. Akkor rá kell néznünk az oldalon, hogy megszűnte, vagy mi van velük. Érted, mert... Egyik-másik ilyen streaming kiszolgáló oldal. Egyik nap még ott van, a másik nap meg... Most már érted, bottal ütheted a nyomukat. Tehát ilyen teljesen... És ugye lecsípnek a bitekből, hogyha ilyen bites kiváltások vannak, saját maguk számára is lecsípnek valamennyit. Ez kettő, megvan a teljes stack. Ebből otthon olyan dolgokat fogunk csinálni, hogy megőrültek. Nagyon király lesz. Ez a fosszilizált csont, emellett, hogyha porrá őrlött az alkimistánál, ebből lesz valami... Ebből lesz például a rooibos is, tehát a kiskertetben egy csomó minden. Na még egyet. Most hány darab? Most van nálam 60 darab. Remélhetőleg ez elegendő. Ezt kitöröljük, ezt elvisszük magunkkal. Szerintem a többi dolog jöhet, ezt kitörlöm. Ez a Shroudkor végtére is elfér. Most vettem észre, hogy ennyi rúna van nálam. Sokat visszük magunkkal, jó, készen állunk. Szóval itt van egy élesztőpont. Ez megint valami új terület, néz meg itt a hatalmas nagy csontoknál. De amúgy menő, jól néz ki. Itt lehet itt összelootolni. Fosszilizált csontokat. Ez mi is? Skorpió! Soha nem láttunk még ilyet. Eddig még nem mutatkozott a játékban. És mit ad? Poison sack van nála is. Pikkelyek. Rogue helmet. Ó, az egész rogue setet az adta meg, hogy... Nice. Deerstalker. Hood. Plusz 14 item. Ezeket a skorpiókat kell a Hunternek farmolnia. Megyünk vissza balra, hiszen ott van, amire vágyunk. Na, ez királyság. Egy újabb nyersanyag. Újabb cuccokat fed fel előttünk. Deerstalker set. Jól nézett ki az a sötét. Olyan, mint hogyha a rugónak lenne valamilyen extra, fejlettebb verziója. Elég kevés a húsunk, pedig szerintem boss ellen megyünk. Jobban járunk, hogyha mindent is beharapunk, még gyors. Ez egy barlang, de nekünk nem ez a barlang kell. Ez levezet valahová a mélybe, szerintem a Wookiekhoz. Ajjajajajaj. Ott... Az egy másik barlang, na jó. Jó, van egy pár barlang, de nekünk egyik sem fontos most, mert... Nem oda lefele akarunk menni, hanem oda keresztül. Azon a hídon, amire innen fel sem tudunk mászni. Nem lehet, hogy mégis a barlang lesz a menete a bejutásnak? Terolt sötét van. Nekem kell az a tanning station. Kell, hogy legyen leather, mert akkor a következő epizódra fel tudok nektek készülni. Nem tudunk innen kimenni. Ó, ne. Jaj, ne. Jól van. Off. Lezuhanunk, mert a gliding közben sebzést szenvedünk el. Poison által, amit ezek a szarok kitolnak. Szóval a következő epizódra szeretnék úgy felkészülni, hogy megint akkor új gear van rajtunk, egy kicsit fejlettebb szint. Meg a nagyobb backpack, az tök tetszene. Otthonunkat fel kéne díszíteni egy-két nagyobb ládával, mert annyi, meg annyi új nyersanyag van, hogy már be sem férünk a régi ládáinkba. Annak örülök, hogy azért az alapvető nyersanyagokból rendesen fel vagyunk szerelkezve. Nincs semmiből olyan nagy hiányunk, ami gondot jelentene. Tehát nyugodtan tudunk tovább menni és fejleszteni. Ez erre 410 méter? Nem, az balra van. West felé, igen. Na hát itt ezt is érdemes lehet átnézni. Annyira kicsi a sebzése már a level 1 izének, Ice Boltnak, érted, ilyen level 20-as enemiket verünk vele. Az intelligencia, meg a Magic Damage szorzó, meg a
Az összes mágus perk, amit eddig felvettünk, azok nagyon sokat dobnak hozzá, hogy még értelmes sebzése legyen, de azért mindent összevetve szerintem ilyen level 7-nél nem lehet több, amit használunk. A szintlépést még jó lenne innen kifarmolni, mert akkor a tűz damage-re még rá tudnánk tenni 10. Megtörtént. Bounty Barn. Rá tudnánk még tenni 10% damage-et, így van. Szia streaming, jó pihenés, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is velünk. Jó éjszakát. Csak kell, hogy itt legyen valami a Bounty Barn-nal. Szerintem ez valamilyen izé. Utira. Aha, igen, itt van a nagy láda. Transzcendentális screen, 60 parry power, sok resistance, wow. Ez eddig a legkirályabb shield, mágus shield, amit a játékban találtunk. Erősebb, mint az a shield, amit mindeddig használtunk. És nézd. Menőr is néz ki. Na, ide nagyon megérte bejönni most nekünk szerintem. Ez nagyon király volt. Az ott elejtett valami állatot? Ez nagyon-nagyon jó volt. Vegyünk fel innen minden. Itt egészen nagy harcok alakulhattak ki, hogyha jól veszem ki. Ez offolás, offolás, szétszedés. Mindent viszünk tovább, 400 méter a cél. Csak közben bejöttünk egy legendás mágus pajzsért. Ez nagyon-nagyon jó volt. Szia, Valdár Viking! Jó éjszakát, jó pihenést! Kösz, hogy te is itt voltál. 2 óra 10 perc, de a játék nem állhat meg. Egyszerűen nem lehet abbahagyni. Közel vagyunk már a célunkhoz. Ugyanis erre felé kell, hogy legyen valami. Végre feljön a nap. Hál' Istennek, de rohadt sötét volt eddig. Azt tetszik, hogy a staffnak viszont nincsen durability-e a játékban. Tehát azt annyiszor használod, amennyiszer használod. Soha nem megy tönkre. Minden attól függ ugye, hogy mennyi a mana pontjaid száma. Nincsen a védés. 190 méter. Ez a föld alá megy le. Menőpotik. Később még jól fognak jönni majd. Itt lesz a pont, amit keresünk, az a hely. Metal scrap, meg egy kis fa. A woodlog az nem kell, de a metal scrap az nagyon. Hol van a matéria? Megint próbál átverni ez a gyerek. Mondtam Phil-nek, hogy hozzon szimpla stone blokkokat a hír megjavításához. Nem tűnt boldognak, de hát mégiscsak fiatal. Úgyhogy könnyen el tudja őket hurcibálni. Aha. Szóval van itt egy srác. Valószínűleg a hullája. Explosive powder ball net. Na ilyet sem sűrűn láttunk még eddig. Ezt, hogyha eldobod. Aha, ennek hatalmas nagy robbanó ereje van. Ez gyakorlatilag ugyanaz a robbanó cucc, mint amit eddig is láthatunk, ugye. Meg használtunk. Azzal a különbséggel, hogy most egy hálóba beletettek néhányat. És hogyha oda leszívod magad, vissza tudsz jönni? Ez egy láda. De ne, hülye vagy. Ez is hogy visszahúzta magát, elég parának nézett ki. Ott van, látod? Stone blokkok. Mostantól ilyen fajta ház oldal is lehet, vagy nem tudom, házfaluk is lehet. Quest complete, ez volt a mixed stones. Dried fur-re szerintem nincs szükségem. Érdekes, hogy resti bónusz nélkül is tudunk most menni. Jól van, Zoli, jó pihenést! Majd rájövünk közben, hogy milyen filmet nézünk ma este. Mondjuk Ivánnak mindig vannak szuper ötletei, ugye? A múltkori film is, amit mondott, milyen jó volt. Olyan kellene. Egyébként 10 percen belül végzünk már, hogyha valaki esetleg még mindenképpen szeretné megvárni a mai epizód végét, hogy megtaláljuk-e a Kettle-t. Vagy nem Kettle, a Misery Tool, azt hiszem ez volt a neve a Carpenter számára.
Ott fent látok valamit. Ez az egy boss. Igen, az egy boss. És nála van. JFK. Áj, nem vagyok annyira történelmi, nem tudom. Nekem annyira nem. De biztos, hogy jó lehet. Nem, nem az van, hogy, hogy az, izé, az ő megölése még mindig ilyen talány, meg az, vagy, vagy őt már kiderítették, hogy kiölte meg? Mindig összekeverem a másikkal. Mondjuk, hogyha az ott megáll, én meg innen tudok rá lövöldözni a staffal, akkor ez így sokkal könnyebb lesz, mint bárki gondolta volna. Nem jó, mert háttér mozgultam ezért, aztán ő is jön. Franzó pedig de jó helyen volt egy ideig. Vigyázzunk, vigyázzunk. Nem tud eltalálni, de... Jó, hogyha visszamenne a helyére, és onnan esetleg kicsit rá tudnánk segíteni még. Ha visszaáll, akkor a HP-ja is visszaáll, ha jól tudom. Igen, hogyha felmásznék ide-ide, úgysem tud feljönni. Ez jó lesz. Igen, ez lesz a lokáció. Hívja a kutyákat, de hát milyen kár. Én felvettem az ultimate kill position-t, és ezzel meg is öltem őt. Ott van minden cucc, amire szükségünk van. Győződjünk meg róla, hogy lesz is hely, hogy ezt ki tudjuk lootolni, ugyanis azért én már vissza nem jövök ide. Akkor most elvisszük az almanakot a farmer számára, és a masonry tools-t az asztalos számára szerintem. Nem, nem lehet, hogy ezek kovácsnak? Hát ilyen kőműves cuccok ezek amúgy. Azt tudják, hogy kilőtt inkább csak, hogy miért kibízta meg az a kérdés. Jaj, vág ez, aha. Vág ez. Hát, engem annyira nem vonz, de megértem, hogyha valaki imádja az ilyen teória kraftolgatós filmeket. Hát ez az egy darab explosive powder ball, hát ez szerintem most kioffolódik. Szuper kutyák vannak még odalent, és két lépésből adják a matot, úgyhogy vigyázzunk. Ja, ezek benn vannak a falban. Hát akkor... Kösz, hogy jöttetek, dogók. Elder Staff level 20. Lehet, hogy ez jobb, mint a nálam lévő. Nem, az is level 20-as. Akkor ezt széttépjük. Critical hit chance volt rajta egy csomó. Ez, ami eddig rajtam volt, a Ghosty Shield. Aha. Ez érdekes, hogy nem szétszedhető. Meg is van a Tanning Station. Leather, mostantól kezdve elérhető. Aj, de nagyon-nagyon jó. Akkor a következő epizódra meg tudom nektek csinálni, amit meg kell. A gírt, és meg tudjuk csinálni a bővítését az inventorinak is. Azt nézem, hogy van-e itt még valami, de... Elméletileg szerintem mindenünk megvan. Kicsit le is lehet feküdni, aludni. Van lent valaki. Nem lesz boldog emiatt. Megnézzük még hát, ha van valami gyors, és aztán húzunk is haza. És azzal el is köszönünk, és a következő epizódban pedig majd láthatjátok, hogy mi mindent raktam össze. Úristen, még a vodokat meg is kell oldanom, mert tegnap csak feltettem őket, de már nem. Nem oldottam meg a címkézést, meg a hát tegnapi streamnek a dolgait még el kell intézni. Azt hiszem, hogy ennyire az elején voltunk ennek az egésznek, és mi van itt hátul? Aha, még több enemy. A fire damage-ünk az most jócskán megnövekedett, mert 30%-kal megtápoltuk azt. Van még egy damage típus a gameben. Ez pedig a shock damage. Aha, na még erre nem raktunk semmit. Nem csak a látszódott is, hogy eléggé kevés van. Shroud damage is van, bocsánat. Azt sem tápoltuk még fel. Ugyanabban a... De ugyanúgy működik, mint az előzőek. Azzal a különbséggel, hogy... itt a 10%-os feltolás, az 2-be kerül a skill pontokból. Itt az 3-ba. A 20%-os az 4-be. Bocsánat, 3-ba, az itt meg 4-be, tehát mindig egyel több. Ez a Shroud Damage ezek szerint olyan, mint hogyha ilyen Ultimate Damage típus lenne ebben a gameben. Nem jött be nekem annyira ez a fajta aura, ez a Radiant aura, amit az elején vettünk fel a játékot. Rá, hogyha ilyen, nem tudom, játék legelején lettünk volna, és már akkor képes lettem volna használni, ott még lehet, hogy sokat segített volna, hogy ne kelljen semmivel sem harcba szállni, ami ilyen
amilyen köd szülött lény, hanem csak mész körbe össze-vissza, és akkor közben ugye lesebzed őket gyakorlatilag mozdulat nélkül. Lehet, hogy hozzátesz az egészhez, mert hát mégiscsak érted, valamit rányom, hogyha később felvennénk, de szerintem attól... ez milyen penetrátor beszarsz. Piercing és blunt damage. Épé zúzza még a legdurvább, nem tudom, húsokat is. Ez igen. Ezt hova veszed fel? Annyi meg annyi izénk van, metal scrapping, nem fogunk otthon beférni. Roibos helyére. Elvisszük magunkkal. Ez szerintem kétkezes, ugye? Nem, ez egy jóféle... Level 20-as, ez level 21-es. Jasmina apoteózisa. Akkor mégiscsak ez marad. Bár ez király meg minden, de... De úgy látom, hogy ez lesz a miénk. Mondjuk ez cutting, meg fire damage, ez meg piercing és blunt, tehát... Amúgy mind a kettő rohadt jó. Mind a kettő rohadt jó tudna lenni. Nem lehet olyat csinálni a játékban, hogy egyik kezedbe az egyiket veszed fel a másikba, meg a másikat. Hogyha ide most azt mondanám, nem. Nagyon kíváncsi vagyok erre. Lehet, hogy skillhez van kötve a dual wielding. Az itt a warriornál lenne lent, szerintem. Shockwave, heavy specializáció. Gyorsabban támad az egykezes kardokkal és fejszékkel. Ezt esküm meg kell néznem a Google-on, hogy lehet-e a játékban dual wield-elni. A hús 15%-kal több HP-t ad neked, az király. Konstitúció, HP per 50. Nem ez is. Ez a tankolás, hogy magadra vonod az enemy figyelmét. Kitérő támadás. Ezek elég királyok, ezek a shiny plétek, mert az armorodat tápolja meg nagy mértékben. Assassin? Lehet, hogy az assassinnek kell a dual wield. Nem. Assassin érdekes, mert a Ranger-re is rámegy. Bash. HP orb az atlétával, backstab mastery, hátulról 30%-kal nő a damagéd. Hát akik ilyen stealth rogok, azok szerintem írdatlan nagyot mehetnek ebben a gameben. Ilyen kapásból már itt van egy sneak attack, ami 10%-os damage-et nyom be azoknak az enemiknek, akik nem figyelnek. Tehát konkrétan mindenkit meg tudsz gyilkolni hátulról. Én nem találok ilyet. Minden damage a playereknek 10 méteren belül csökkent 10%-kal a föld aurából. Na jó, ezt ennek utána fogok nézni. Utána fogok nézni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Itt van lupa lerje. Most akkor az előző, akit megöltünk, az nem lupa volt? Ez az igazi lupa? Betelt mindenünk. Hát akkor ennyi lett volna a mai epizód. Megtaláltunk mindent, a Ruin Bridge-et, Bounty Barn-t, itt mindent megnéztünk. Innen egy kicsivel odébb lenne még a fémbánya, a vasbánya. Oda már nem megyünk el, mert azt szerintem majd még egy level 5-ös ködbe fog burkolózni. Viszont azt megnézzük még otthon, hogy régóta nem jártunk, hogy mi lenne az a cucc, amit meg kellene szerezni azok közül, a dolgok közül, amik az új területen vannak, hogy felfejleszthessük 5-ös szintre a flame-et. Az ammónia glendek, a sparkok, a fosszilizált csontok, a mint mushroom meat az megvan. A tin orból majd még hozni kell, azt most bedaráltuk. A roibos is megvan, tehát akkor a mai epizódban mindent megtaláltunk a level 5-ös flame-hez, kivéve ezt a fel monstrosity-t, ami ugye erősebb enemy, mint a sárkány a játékban. Tehát ez a következő főküldetésünk tartalma lesz. Azt nem írja meg a játék, hogy hol van. Az a Hearts of Iron, ez az, ami a Shroudban található vasbánya. Itt van az almanak, amit elhoztunk, a Tanning Station, amit elhoztunk. Black Cauldron kellene az alkimistának, ez éjszakon volt, ez a következő epizód tartalma majd. Én nem tudom, hogy hol lehet. Vuka relikviák Pillars of Creation-ben.
Kruciális investigáció, Glenwood's End, meg kell tisztítanunk a várost. Ez az eltemetett kincs, ezt nagyon össze kellett volna szedni, de kimaradt. Fortifikáció, Mining Riftben, a fővárostól tőle kicsit lentebb, jobbra lent. Nem írja, hogy hol van ez a fel monstrosity. Tehát akkor ez alapján elképzelhető, hogy hogyha most ide beadok egyet más nekik, lehet, hogy utána fog csak megnyílni majd a fő küldetés. Tanning Station az jó lesz, a kulcsa lesz a túlélésünknek. Tedd le gyorsan és köszönöm szépen, viszlát. Itt pedig az almanak jön vissza, meg a karavánnak az előre haladtáról is tudunk majd itt információkat adni. Kicsit koszos mondja, de azért jó lesz az almanak. Na, kezdjünk bele a növények plantálásába. Ide jöttem egy karavánnal, nagyon messziről, Kindle Wastes-ből. Jasmine-a vezetett minket. Jaj, neki van a fegyvere a kezemben. Pike Beat-nek a lánya. Követtem volna bárhová, de végül lelépett. Az ősök előre látták, hogy más utunk lesz nekünk, bárcsak nem így lett volna. Nem, az ősök más utakat szántak nekünk. Ez a forszó, ez érdekes kifejezés ide. Bárcsak nem úgy lett volna, bárcsak újra mellette mászkálhatnék. Aha, és akkor ez alapján kell neki folytatni majd a karavánok utáni küldetés sorozatot, amiből már számtalan szor, nem tudom. Tehát így követtük őket, aztán nem lett semmi, de mindegy, csináljuk, az a lényeg. Megvan most már az almanak, már csak le kell tenni. Tanning Stationt le kell tenni. Ezt megcsinálom majd éjszaka, és akkor utána innen megyünk tovább. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy tetszett a mai dupla epizód. Szerintem sokat haladtunk a játékban. Ebben a mai második részben sikerült a... Szerintem először itt kezdtünk lent, ugye? Szuracresztet kerestük, csak nem találtuk meg. Fel kellett mennünk ide. Innen kellett folytatnunk a sivatagi utatásainkat, és végül lementünk délnek, meg aztán felmentünk Blazing Rock környékébe. Mit tudom én? Te figyelj, össze-vissza voltunk. Ja, itt, a Lupaler. Aha, igen, ide jöttünk el keletre. Itt látszik, hogy megint vörös a köd, tehát ide nem mehetünk be egészen addig, ameddig fel nem fejlesztünk mindent. Ez majd a következő részben kiderül. Észak-kelet, vagyis ott hát igazából a fővárostól keletre vannak a következő dolgok, amiket meg kell találnunk. Ez nem lesz annyira nehéz, hogyha rájövünk arra, hogy ide fentre hogyan lehet felmászni. A mai epizódban volt olyan is, hogy itt alul mászkáltunk, tudod, itt lent, ezeken a helyeken. Fölötte meg ugye lehetne mászkálni a köd által nem elborított részeken is, csak hát azt még nem találtuk meg, hogy hogy megyünk oda át. Lehet, hogy innen. Azt is megtaláltuk majd, hogy hogyan kell fosszilizált követ szedni, tin ort, meg mindenféle egyéb durvaságot. Most már a ledert is képesek leszünk készíteni, szóval meg vagyunk mindennel. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb a következő epizódban. Pontosan nem tudom, hogy mikor fogjuk megint elővenni a játékot. De majd megnézzük, hogy mikor lesz rá idő. Köszönöm szépen Szilajkának, Barkatának, Oldmurkulának, Feketereteknek, Szuzinak, Jonzutyinak, Pukibubinak és Haxorznak, Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének, Bekkának, Zsoltbének, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincinek, Foltinak, Vitaminescinek, Grundárnak, Dark Dawnnak, HB2017-nek, Kat81-nek, Darknak és Devtornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrálnak, Geoporszívónak, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Tidrobitának, T. Balázsnak, Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Aydengárnak, Esztibornak, N. Gábornak, Titokzatos 44-nek és a két YouTube-os támogatónknak, V. Balázsnak és V. Ádámnak is. Nagyon szépen köszönöm a támogatásaikat, hogy ők a csatornánk patronusai, igyekszem nekik is mindenféle tartalmat adogatni. Vigyázzatok magatokra, holnap ugyanitt, és holnap pedig majd meglátjuk. Lehet, hogy megint lesz majd szavazás, hogy mivel nyomulhatnánk. Jó éjszakát!